Hát szép jó estét kívánok mindenkinek, köszönjük szépen a kis türelmet, és hát ahogy ígértük, van egy kis hármas csapatunk, Szabival, Lacival és Józsival, és hát nagy szeretettel üdvözlőjük a körünkben Weber Gabit, akinek ezúttal is köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Sziasztok, köszi én is. Sziasztok. Sziasztok. Na, és a kibeszélő címe alapján ugye az a címe, hogy beváltak e a 2022-es szabályok. Ezen túl még négy témát írtunk össze, aztán meglátjuk, hogy lesz -e rá idő, vagy sem. De hát akkor kezdjünk is be, nem az időt. Ugye 2019, Austin bemutatták az új, eredetileg ugye 2021-re, aztán a Covid miatt 2022-re csúszott szabályrendszert, sok jól hangzó ígérettel, és ezeken most szerintem valamennyire menjünk végig, hogy beváltották-e a hozzáfűzött ígéretet, vagy sem. Ezek, Nézzük. közül, ezek közül ugye volt a jobb követhetőség. Nálam 10 ből tíz. Tehát ez, ez, abszolút bevált. Nyilván soha nem lesz, tehát onnantól ez az, az aerodinamika is benne van a pakliban, és nem az 50-es évek szivarautóival megyünk. Egyébként ott is volt a aerodinamika, csak nem azt látták leszorít erőképzésre. Szóval minden egyes korszakot megnézve, amikor uh, még, uh, vagy amikor már szárnyakkal mentek, vagy valamilyen fajta leszorító erőt képző elemekkel, szerintem nagyon nagyot ugrottunk előre. Tehát abszolút, főleg az elmúlt korszakot megnézve, amikor az elmúlt 30 évet, ha leszem, 90-es évek elétől amikortól azért a CFD, meg a szétcsatorna, meg sok minden más is nagyon komolyan elkezdett képbe kerülni, a szétcsatorna már korábban is, de a CFD-vel együtt meg aztán sokkal hatékonyabban tudták használni. Úgyhogy ha megnézem azt a korszakot, és akkor az vicces, mert az, akkor nem nagyon foglalkoztatok még ezzel, 90-es éveket is az uralta, hogy hogy lehetne könnyebbé tenni egymás követését, az előzéseket, az előzési helyzetek megteremtését, hogy jobban tudjanak csatázni. Tehát ez, ez már egy 30-35 éves történet, amit, amit itt görget maga előtt a formány, de soha nem volt rá normális megoldás, illetve bármilyen megoldás féleség fel, felmerült, azt a csapatok a saját érdekeik miatt nyilván senki nem akarta a másiknak elárulni, hogy ő mit változtatna, vagy mi lenne a számára optimális, és hogyha valaki... Ha csak az összes többi csapat úgy érezte, hogy valaki nagyon nyom egy irányt, akkor abban biztos, hogy már előbbre jár, mint ők, akkor már csak azért nem szavazták meg. Tehát ugye nem tudom, mennyire emlékeztek volt a 2000-es években ez a Technical uh, Working Group, ez a technikai uh, csoport, amit gyakorlatilag a csapatvezetőkben, meg a technikai igazgatókból alapítottak, az azon kívül, hogy megittak egy tonna kávét, meg kólát, meg ettek egy hmm. kis aprós üteményt, soha nem jutottak semmire végül. Volt egy-két terv, volt olyan szárnyterv, nem tudom, ki látta, vagy láttátok egyet. Középen üres terv, volt középen üres hátsó szárny. Igen, igen, igen. igen. És a két szérén volt csak meg maximálisan. Pont azért, hogy, hogy azokat a hatásokat, azok, azokat, az effekteket, mondanám, hogy a ground effekteket, de majd arra is kitérünk. De, hogy azokat a hatásokat, amiket most is bizonyos módon, bizonyos megoldások az idei szabályrendszerrel is megpróbálnak elérni, hogy akkor is arra próbáltak rámenni, hogy több levegőt, tiszta levegőt kapjon a követő autó, eleje az első szárnya, és úgy egész évben az egész autó, már az első szárny csak az első része, amit találkozik a levegővel, de aztán minden máshoz is ugyanúgy odaér. Szóval, hogy, hogy már akkor is ezen dolgoztak, akkor jött az állítható első szárny ötlete, és akkor ebből az egész csomagból, amit ott kitaláltak, akkor maradt az állítható első szárny, amit ugye be is vezettek 2009-ben, emlékeztek el azokon nagyon. A, az volt a szörnyű éra egyébként. Nem is tudom, a mai szemmel nézve, egyébként 13 éve volt, és akkor már javában közvetítettem, hogy, 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 azt, hogy, hogy nem hánytuk össze magunkat minden egyes alkalommal, yeah. amikor, amikor ránéztünk az autókra, de tökéletek, és az ember szeme mennyire gyorsan megszokja a formákat, az adott szabályrendszer formáit, de hogy mai szemmel nézve azoknak az autóknak a fotóit elborzadok, hogy kijöttek ilyen, ilyen minimalista hátsó szárny, hogy a magas, nagyon keskeny hátsó szárnyal, elképesztően szélesen ilyen -e első szárnyakkal, mm -hmm. és olyan amorf, ö, egyszerűen valami teljesen aránytalan formák voltak, és akkor persze volt utána egy csomó hülyeség még, ami jött. De ha ezt megnézzük, akkor egyébként az idei autók nagyon, számomra nagyon arányosak is, tehát szépek, arányosak, és tudom, hogy nem a szépségem múlik a dolog, de ami, ugye azt mondja, úgy tartja a mondás, hogy ami gyors, az szép is, ami meg szép, az nem biztos, hogy gyors. Egyébként így van, mert amelyik autó gyors, az mindenki szereti a csapaton belül, lehet az bármilyen ocsmány, de az alapvetően szerintem ez a korszak vizuálisan egy szép korszak. Na úgy, ha belegondolsz, egyébként a mostani szabályváltozás az pont az ellenkező, tehát a a, 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 a legelső nekiindulás az pont az ellenkező elven volt, hogy a hátsó szányat minél nagyobbra tervezzük, minél, tehát viszonylag alacsonyan is van, és ezáltal a, a turbulens levegőt inkább felfelé rányújtsuk. Tehát pont az ellenkező megközelítés, mint ami korábban volt. Így és Ennek lelkeire az... Igen, hát ti nyilván vágjátok jobban ö, a témát, de hogy, hogy nem nálam, de hogy alapvetően egy átlag Forma újságírónál, aki egyébként leírja, hogy mi volt a verseny végeredményes, félrenértésen ez nem kritika. Tehát abban a mélységben foglalkozni vele, amivel én is foglalkozom, vagy ti is foglalkoztok, vagy néhányan foglalkoznak, nagyon nehéz időt felőrlő, Érdeklődési kör is kell hozzá, nyilván kellnek hozzá valamilyen szinte tanulmányok, vagy utólagos tanulmányok, mint nálam nagyon sok esetben amikor megpróbálod megérteni, megpróbálod azokat az elolgott fizika órákat bepotolni, amikor éppen köpőcsövesztél vagy papírrepülőt gyártottál, mondjuk akkor is mondhatnám, hogy arra foglalkoztam, de hogy összességében ez egy nagyon mély, nehéz műfaj, és nagyon nehéz olyan dolgokat megérteni, amit sokszor maguk a, a formegyes mérnökök sem biztos, hogy értenek. Lásd, akár a delfinezést, vagy sok más dolgot, amire később jönnek rá összefüggésekből. Nem jók a korrelációk a szélcsatorna, a CFD, meg a valóság között. Tehát számtalan olyan dolog van, amit mindenki találgat, még a legnevesebb technikai jellemzők is találgatnak. Tehát mondok nektek egy példát, és én Bajda VM-től most éppen hányan vagyunk, de hogy így egymás közt. Amikor kim vagyunk verseny közvetíteni, egyébként ugye háromszor a magyar nagydíjon és még két másik nagydíjon, általában kivéve ugye ezt az elmúlt COVID-érát akkor amikor kint vagyunk, akkor ugye a sajtóközpontban is van helyünk. Tehát bemegyek sokszor a sajtóközpontba, leülök, megírok egy, megírok egy gyors posztot, átgörök -e egy csomó dolgot, megnézem az eredményeket, vagy, vagy egyszerűen csak iszom egy pohár vizet, vagy eszem egy, eszem egy szendvicset. É, és ott mindenki ott van. Tehát ott tényleg a sajtóközpontban, a, a sajtóteremben mindenkinek megvan a saját helye, amikor bemész, akkor leadod az akkreditációdal együtt, és akkor kapsz egy papírt, egy cédulát, egy ragasztható matricát, amit lelágassz az asztalra a helyedre, hogy az a te helyed. Tehát fixen egy helyen ülsz hogy ne legyen keveredés, mindenki a cuccét ott tudja hagyni, bedugja a telefonját, stb. Ugye lá, nem tudom, mennyire láttatok már ilyen sajtótermet, vagy a Hungaroringit biztos ismeritek, vagy azt gondolom, hogy ismeritek. Látom, a ringem voltam. Na, rengeteg hely van, rengeteg sor, mint iskolapadok egymás mögött, mindenféle izva a főszerelve, mindenhol lógnak a monitorok, ki tudsz látni ugye az üvegfalán általában a pályára. Még nem sokat látsz az egyenesnek egy részét, meg alattad a boxot. És euh, mindig olyan szerencsém volt, ha hiszitek, ha nem, és nem direkt, mindig a véletlen hozta úgy, az esetek 95%-ában mögöttem vagy mellettem ül Giorgio Piola, és előttem ül a teljes autósport stáb. Ez most is így volt Monzában. Tehát úgy ültünk, hogy mögöttem a Piola, néha átjárkelt elém az autosportosokhoz, és kettő közt ültem egy szendvicsbe és óhatatlan is hallok dolgokat, ahogy beszélgetnek egymással, hogy miről beszélgetnek, meg hogy a Piola mondja, hogy nem voltam a ferrari és most ezt mondták, azt mondták, majd ezt figyeljétek. Tehát vannak infóik, sok-sok plusz dolguk van a, a, a Form 1 eltöltött évtizedek, meg nyilván a, a, a brit lapoknak a pozíciója alapján, mert azért tegyük hozzá, hogy nem mindegy, hogy te egy kis magánzó, lelkes újságíróként jössz Magyarországról, vagy bárhonnan, vagy mondjuk az autosportnál, vagy alkalmazásban, ahol azért, mert ott vagy, nyilván neked megnyílnak ajtók, be tudsz menni olyan helyekre, és interjút csinálni, vagy csak szaglászni, ha egyébként nem menni, vagy nagyon nehéz. És, és egy csomó olyan szitu volt, amikor láttam, hogy ők is találgatnak, vagy hallottam olyan mondatokat a piholától is most ugyanúgy, hogy á, azt mondják, hogy. Tehát ők is csak találgatnak, és még nagyon sok elemzésük szintén találgatás, tehát amikor megrajzolnak valamit, vagy ez ez, igaz, ez még, a, ez Scarborough-ra is igaz, ráadásul keveset jár versenyre. Imádom egyébként az elemzéseit. De mindenki a saját kútfőből, meg a tanulmányaiból, a végzettségéből, stb. próbálja elképzelni, és akinek elég jó szeme, meg fantáziája van, az valamennyire el tudja, látni tudja azt, hogy mi történhet egy elemnél. Most látjuk itt a Red Bullnak a, a padlólemezét. Tehát az áramlásokat meg meglátni, de nyilván ahhoz már egy szintig el kell jutni. Tehát magamról is nyugodtan mondom, 20 évvel ezelőtt, amikor elkezdtem közvetíteni, ha megmutattál van egy ilyen padlón, ezt hát a mai önmagamhoz képest már rára volna vesz, vagy igazából mi merre megy. Na, tudtam, hogy mi mit csinál, tehát a képben voltam azzal, hogy mi mit jelent, meg mi a grand effect, meg egyebek. De hogy, de hogy majd egy áramlási képet nagyon nehezen rajzoltam volna meg, vagy elég találgatásszerűen. Ma már egyszerűen ennyi év tapasztalatával, ennyiféle dolgot megnézve, látva, rengeteg elemzést megnézve, sokszor saját magam is egyébként kérdőjelekkel nézek meg egy-egy elemzést, mert az is csak egy vélemény, de csak a mérnökök tudják, hogy mit miért csináltak. És, és a végén aztán egyébként nagyon érdekes lenne, ha mondjuk minden év után kiadnának egy évkönyvet, hogy a gyerekek, ez nem is ezért volt, csak azért. Azt nem is odaraktuk azért, hanem teljesen másra gondolt mindenki. Szóval nagyon érdekesek ezek a technikai dolgok, a végtelenség tudnék róla beszélni, most abba is hagyom, mert nem jut időnk más témára. De csak azt akartam bele kiámozni, hogy amikor ránézünk ezekre az idei autókra, hogy egyébként mit akartak, mi volt az eredeti elképzelés egy, -egy formával, és aztán a végén mi lett belőle, vagy mit miért kellett módosítani, az sokszor maguk a mérnökök is menet közben tudják meg, mert reagálni kell valamire, ami nem azt csinálta, amit ők szerettek volna. És ami az nagyon igaz, hogy minél jobban értesz hozzá, annál jobban fogod látni, hogy mik azok a határok, amik, amiknél pontosabban már nem fogod tudni sehogy sem meghatározni, mi történik ott. És annál jobban tudod a határaidat, a tudás határaidat, amit meg lehet CFD-nélkül is határozni. És ezt a ez ész, matematikai vagy számítástechnikai határ? Mm, itt, szem... itt, most tudásbeli határa ott hogy mit lehet megmondani CFD nélkül, mit lehet elképzelni. Igen, inkább azt hogy mit látsz. Tehát az, amikor azt mondják, hogy rá, Adrianj új ott áll és látja az áramlásokat, Valószínűleg egyébként ez így is, tényleg így van, mint a Terminátorban a, lézerszem, a lézerszem, vagy nem is tudom, hogy milyen szem, a digitális szem. Tehát, hogy valószínűleg bizonyos dolgokra mint ahogy szerintem ti is ránéztek, nagyság nagy dolgokat meg tudtuk mondani. Tehát meg tudom mondani, hogy melyik a terhelt oldal, meg melyik a terhelt nem oldal, hova fog lepörögni egy vortex. Ránézek, és tudom. De tudom, mert foglalkoztam vele. És hogyha összeforognak a vortex, azt is meg tudom nagyjából mondani, hogy melyik melyik irányba hogy erősíti egymást, hogy hogy válik szét, vagy melyik forog az ellenkező irányba. Valószínűleg most, amiről beszélek, ezt mondjuk százem, nem ezer emberből talán egy, hogy el tudja képzelni, hogy miről beszélek, többinek nem mond semmit. Mert mm. olyan mélység, és annyira, ér, annyira nincs értelme. Tehát ezt mondjuk egy közvetítésben, ez, erről beszélni az, az egyelő a, a, a halállal vagy az öngulla, mert, mert a néző el se, tud, el se jut a néző oda, ahova akarod. Tehát picit ez olyan, mint hogyha, mint hogyha valakit ráraksz egy, mit tudom én, egy vízisi lécpárra, és nem úgy indulsz, és életében nem állt még létszeken, és akkor elindulsz padlógázon, az a maxgázon a motorcsónak, hát biztos indulásnál meg kiesik a cipőből, nem, hogy még a vízen valahogy fönn tudjon maradni. Tehát, hogy minden, minden, ilyen nehéz témát muszáj valahogy éssel felvezetve valahogy elvinni oda a hallgatót, vagy akár a nézőt, hogy valamennyire meg tudja érteni, hogy te miről beszélsz, mert nyilván a mélységéig úgyse fog eljutni, legalább, hogy kapirgálja, hogy, ja, hogy itt, 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 körülbelül erről lehet szó. Ezért voltunk nagyon nehéz helyzetben a év elején, amikor, amikor a pattogást, a delfinezést el kellett kezdeni valahogy magyarázni, hogy mi a franc történik akkor, amikor a csapatok maguk sem tudták igazán, mi történik, és hogy ennek az egésznek egyébként ebbe bele fogunk menni, azt érzem. Ugye ennek az egésznek a háttere teljesen más, mint amit az átlagember gondol. Mert ha megnéztek évközbeni nyilatkozatokat, még a csapatok maguk is azt mondták, mondjuk nyáron, hogy most kezdünk rájönni, hogy mi történik igazán, vagy hogy ott tudjuk ezt jól kiküszöbölni. Tehát ez olyan pofon egyszerűen, mint hogy sok-sok kommentben látom, sok helyen nálam is, meg, meg mindenhol, még látok is itt akár, hogy mindenki tudta, hogy ez, ez, ez a gond lesz, mindenki tudta, persze lenne az öltséges, és pontosan tudja, hogy mit jelent a porposzing, és azonnal tudja rá a megoldást, hát, hogy ne, hát így működik a világ, meg benne a mekinél, amikor megkapod a izét, úgy csit mellé, még elmondják, hogy hát ez persze, hogy az kellett volna, hogy, és akkor mindenki tudja. Tehát nem, ez egy olyan ritka jelenség, annyira érdekes, és annyira összetett, hogy azért nem tudták jól megoldani, illetve hát csak a megoldása az meg óriási tehát úgy megoldani, hogy a tapadás is megmaradjon, a szívóhatás, a az alatt az az igazi nagy trvá, és ettől ennyire nehéz. És itt igazából folyamatosan változó dinamikus dolgokról beszélünk. Nem, nem arról, hogy megnyitjuk otthon a csapot, és folyik szépen a víz belőle. Azzal is tudunk szórakozni, már az sem olyan egyszerű egyébként, ha nyitogatjuk, zárogatjuk folyamatosan. Szóval itt azért nem a fizika óráknak a roppant egyszerű kísérleteiről van szó, hanem a, a valóságról, ami iszonyú nehéz dinamikus hatásokkal és, egymás, és kölcsönhatásokkal jár az autó állandóan változik hasmagasságilag, állandóan terhel valamerre, állandóan bólint vagy dől oldalirányban, irányban, nincs, nincs egy folyamatosan fix platform, amire egyébként belülnéd, amikor azt mondod, hogy na nézzük meg. Persze, nyilván a szélcsatornában is mozgatják, CFD-ben is próbálják mozgatni. Egyébként ez a legnehezebb, és a CFD-ben szerintem én nem vagyok annyira otthon, de az életemben nem dolgoztam. Tudom, hogy milyen, meg láttam már nagyon sokat, de az életemben nem tervezgettem ilyen térhálókat. De hogy azt például tudom, hogy amit a legnehezebb a CFD-ben megoldani, az az abroncsok viselkedés. Az elforított keréknek a viselkedése, hogy az utána hogy fog hatni az autó többi részére, illetve magának a keréknek a mozgása, a saját rugózása, a deformációja, amivel nagyon-nagyon nehéz még a legfejlettebb CFD programokkal is a valóságot tökéletesen lemodellezni és hogyha már cfd nél tartunk, akkor egy picit ugorva, de ö, tervezett kérdés volt. Ugye kicsit kisarkítva, ez a Form egy első autó ami csak is kizárólag a cfd CFD körülmények között készült. Ugye a Manor megpróbálta 2010-be, bele is bukott, de ez a fajta aero koncepció nem látott pályát idén Barcelonáig. És hogy ez mennyiben segített, nehezített, ugye meg voltak a, a, kötelező CFD nehezítések is, elvileg ugye a, a heti maximális szimulációszám és ö, a szélcsatorna idővel, és például az ilyen ö, fél éven át tartó problémáknak a, a kiküszöbölését. Ezt mennyire nehezítették szerinted? Már hogy a, az, hogy csak CFD-vel tervezzenek autót, vagy hogy, vagy hogy, most ennyire, vagy, egy ennyire megkötötték most a, az időket? A, is fel, is. a, Mindkettő, igen. De... Szerintem csak CFD-ben nem lehet még most sem megtervezni egy autót tökéletesen. Te ezt jól mutatják azok a példák, a Ferrari-nak is korrelációs gondjai vannak idén is. Tehát amit most láttok, vagy amit nem látok, hogy a Ferrari fejlődik előre, az, az, az például azért van, mert, és a mercedes ugyanez a probléma. Hogy nincs összhangban az, ami a CFD-ben történik, meg ami a, számító, a szélcsatornában történik, azzal ami a valóságban. csak, és bocsi, nem tudom... bocsi, csak hogy ugye idén ö, bejelentették hogy a szabályrendszer 19. ózténban, és 22. február 18-áig ezek az autók nem láttak valós aszfaltot. És tehát ott volt kétszer-három napuk, összeszedtek amennyi ö, adatot tudtak, hogyha kigyulladt az autó, hogyha nem volt első fék akkor is, Igen. és ugye abból kellett összerakni a, a bahreini nyitócsomagot. Ez egy nagyon nehéz. Ez, kíváncsi leszek majd erre utólag, mit mondanak. Most nyilván évközben senki nem szereti a saját Ázsióját csökkenteni csapaton belül sem, meg úgy egyébként csak kifelé, hogy ennyire mellette voltunk, de pont egy asztont látunk, akkor például az asztonnál szerintem sok minden, szempont, sok minden téren nem tudták, vagy sok elemterén nem tudták, hogy ez igazából most mit is csinál, vagy mire te, tudták, mire tervezték, de hogy a valóságban azt csinálja, az, azt szerintem ők sem voltak benne biztosak, de hát nincsenek ezzel egyedül. Tehát, hogy alapvetően szerintem iszonyú nehéz volt, és ezekkel a megkötésekkel persze különösen nehéz, ha a valóság nélkül nem tudod a valóságot százszerzalékosan modellezni. Tehát, hogy bármilyen közel is vagyunk hozzá, minden eddiginél közelebb, amióta versenyautót, vagy bármit építenek és terveznek a mérnökök, ez még mindig messze van attól, hogy tökéletes autót építs. És egyébként ez egy érdekes kísérlet volt a menortól annak idején valóban, hogy, hogy csak CFD-vel építsenek egy autót, de hát ugye ott, 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 ott történt meg az a, a csúnyaság. Kicsit, kicsit pont ezt akartam mondani. Hogy kicsit alul tervezték a tank méretet, és nem tudtak végigmenni az első pár futamon, egyszerűen nem tudtak elegendő üzemanyagot az autóba tenni. Úgyhogy ők eleve tervezetten úgy álltak rajta, hogy úgyse fognak végigmenni, mert, mert nincs az Isten, hogy olyan fogyasztást produkáljanak, és akkor át kellett hirtelen építeni. Az meg a mondanom sem kell, hogy az mivel jár, amikor hirtelen helyet kell csinálnod valaminek, aminek egyébként alapvetően nem volt helye a pakban, vagy a, packageben. package-ben, úgyhogy szerintem egy csomó dolgot ma egy nagy csapat nagyon-nagyon jól meg tudna oldani CFD-vel, hogyha nem lehetne valóságban kísérletezni, de hát nem véletlenül látjuk ezt az irgalmatlan mennyiségű aerorácsot minden egyes tesztnapon, meg minden egyes szabad edzésen pénteken főpakolva, mert folyamatosan kell a visszacsatolás, kell a leellenőrzés, kell a validálás, mert anélkül nem lehetsz biztos benne, és ez még szerintem jó néhány évig így lesz. És ugye idei az első év, hogy ez a vagy se, bocsánat, második év, hogy egyben költségsapkával és CFD és szélcsatorna megkötéssel megy a versenyzés fejlesztés. Ezzel kapcsolatban mindig ott van a, a kis örtög a, a gondolatok között, hogy ezt be lehet-e tartatni például, és hogy van-e, vagy lesz-e hatása. Ugye ja, most megkaptunk egy új szabályrendszert, évközben valamennyire bele is lett nyúlva az egészbe, a mezőny azért sokkal durrában szét van szakadva, mint tavaly, és itt tudjuk, hogy 25-ig paratnak ezek a fajta autók. Igen, 25 végig, Igen, 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 tehát a 25 még benne van a szabályrendszerben. Öhm, nézd, alapvetően azt gondolom, hogy mindegyik ilyen óriási szabály változtatásnál kódolva van a történetben, de szerintem ezzel ti is tisztában vagytok, hogy, hogy ott szétszakadnak. Egyszerűen szétszakad egy kicsit a mezőny az évben különösen, mert nem egyszerre, nem egyformán fog minden csapat hozzányúlni, és hogyha emlékeztek még az autó bemutatókra, az volt nekem az igazi nagy trubály, szerintem ti ugyanígy láttátok, hogy ahány autó, annyiféle megoldás. Volt tíz különböző autó, imádtam az az évelejét, imádtam, csak nem mentek volna a pályára, mármint mint me mehettek, csak hogy az egyértelmű volt, hogy, hogy egy pillanat belül mindenki elkezdi másolni a jobbnak tűnő megoldásokat, és aztán aki meg nagyon zsák utcában, az ki is belőle, lásd, Aston koncepcióváltás, de sok más csapatnál is egyébként jöttek kisebb-nagyobb, komolyabb módosítások is, még akkor is, hogyha ezek nem voltak annyira látványosak. Mondt, mint, mint, mondjuk az Asztonnál, de a McLaren is nagyon sokat faragott az autón, hogy az előbb szóba az első fék problémát, a mai napig nyögik egyébként a hatásait, tehát hogy lassabban lehet reagálni, lassabban lehet megoldani problémákat ebbe a költségsapkás korszakban, de szerintem ez jól is van így sok szempontból, idővel úgyis minden közelít majd egymáshoz, és záródik az olló, de megnézve azt, hogy egyébként mit fog okozni önmagában az a megszorítás, ami a szélcsatorna időt, meg a tervezési idő megszorítás ott elég nagy százalékos különbségek vannak most már, az első meg a tizedik között, hogy mennyi időt foglalkozhat a tervezés során, mennyi időt szállhat ezekre. Tehát, hogy az mennyire fog befolyásolni, és a költségsapka. A költségsapkás válaszom meg az, hogy hát figyelj, minden országban működik egy adórendszer, minden országban van egy adóhivatal, és minden országban vannak adóelkerülők. Tehát, hogy nyilván itt is mindenki megpróbál a, a szürke zónába, amennyire lehet belemenni, és amit meg el lehet rejteni, meg elrejteni, hát ennyire ne tévedjünk, tehát ezek egyik sem a grág lovagok kategóriája. Tehát ez teljesen egyértelmű, ahol tudnak versenyelőnt próbálnak szerezni, de és ez, ez mindegyik csapatra igaz, és szerintem ez így is van jól. Tehát, hogyha valakit fölvennének pénzügyi, és ugye most az összes csapat kénytelen volt, pénzügyi osztályt és komolyabb pénzügyi osztályt létrehozni pont a költségsapka miatt. Gyakorlatilag pénzügyi tervezők is vannak most már, pont azért, hogy megtervezik, hogy mi az optimális pénzköltés a lehetőségek ráló. A jelenlegi 141-2 millióból ugye volt egy kis módosítás, a több futam meg a sprint miatt, azt hiszem 142,650, de teljesen mindegy. Még még most most kitolták az infláció miatt is. És meg égen, egyszerűen még, 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 még arra is igen, most 144 körül vagyunk. De lényegtelen is, tehát a nagyságrend az a 141 millió dollár. Tehát ez, ez megterveztetik pénzügyi pénzügyi mérnökökkel, csúnya szó, vagy nem is létező szó, de hogy hogy, hogy költsük el a legjobban ezt a rendelkezésre álló keretet, mert eddig ezzel nem kell foglalkozni. És most lehet egy ilyen néhány főt foglalkoztató csapatrészek, és nyilván már ennek a hatékonysága, ennek a, a jó működő képessége is befolyásolja azt, hogy mennyire jó Tehát, hogy te mit hiszel el, hogy mit mondanak neked a pénzügyi elemzői tervezőt, hogy figyeltek, ennyi a max, amit elkölthettek karosszére, ennyi a max, amit elkölthettek Uh, mit tudom, uh, gumival kapcsolatos dolgokra, hiszen ezzel a gumikat hiába kapják, a gumikat meg kell tudni, fel kell tudni uh, dolgozni a gumik működését. Melegíteni, tehát egyáltalán megérteni. Ugye új 18-szoros kerekek teljesen más viselkednek, és az egyébként az egy, egyik legnagyobb érdekessége ennek az évnök, a csapatok még egyáltalán nem ismerték ki ezeket a gumikat, még mindig talál, mennek a találgatások sok szempontból, vannak olyan hétvégék, sokszor látjuk, hogy mint ha valami csoda történne, egyszer csak ne, működik a kemény keverék, amire mindenki azt gondolta, hogy nem fog, aztán valamiért nem működik a következő versenyen. A hétvége előző egyik részében még ez a gumi jó, aztán vasárnap hirtelen megváltozik egy picit valami és máshogy lesz. Az a Pirelli nem maga is. Mondját, nem csak azért van, mert ö, ugye elvettek egy óra szabadegyzés időt, és ugye a pénteki második szabadegyzés versenyét apja, és ez kétszer hat kör. Az nem, segít. Nem, 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 csak azért, elsősorban nem azért, mert nyilván az sem segít, hogy elvettek, de, de, alapvetően azért van, mert annyira más a gumi, annyira más a szerkezet, annyira más az egész történet, és annyira más a saját rugózása is. Hogy egyszerűen idő kell a 13 szorosokról, temérdek adatuk volt, rengeteg évtizednyi tapasztalt még akkor is, ha változtak a gumibeszállítók, de az alap ugyanez volt, amiből dolgoztak, vagy amire főztek, a sablon és most tök más minden. És a pirelésekkel viszonylag sokat beszéltem idén, meg egész jó kapcsolatban vagyok velük, és most pont Monzában még mielőtt eljöttünk, még legültem Mári Vizolával egy negyed órára, még egy-két részlet dolgot megbeszélni. De szoktam velük levelezni ettől függetlenül is. Tehát ugye ami érdekel, azt úgy megkérdezem így pacekba. És tudom, hogy ők is azt mondják, hogy, hogy, hogy egyszer látják a csapatok kérdéseiből és a mérnökeikkel való kommunikációból, ugye minden csapatnak van pirális mérnöke is, hogy, hogy mindenki más gondol a gumikról. Senki nincs egy irányba. Mindenkinek vannak különböző dolgai, hogy hogy melegítenek gumit. Vannak, akik bejáratják a gumit, például az aszton jellemzően az azt az összes gumiszettjét verseny előtt megjáratja, hogy, hogy legyen egy hőkezelés, és majd másnap egy, egy hőciklus után majd mennyivel jobb lesz a verseny. Más meg esküszik rá, hogy ezt el lehet felejteni a 18 szoros érában, mert ennek semmi jelentősége nincs rá szükség, fölöslegesen mennek azok a körök el, használják másra. És a Pirel is azt mondja, hogy ők nem tudják a saját adataik alapján jól megmondani, hogy mi a az optimális, szerintük egyébként már az új gumit nem kellene egyébként megjáratni, ahogy az Aston tesz, vagy néhány más csapat, néha Mercedes is, de el tudják képzelni, hogy ahány autó, ahány ház, nem csak annyi szokás, annyiféle viselkedés, és hogyha egy pici különbség is van, akkor lehet, hogy ott már van értelme. És ez, és, ez és ez pusztán csak a gumi előkészítése vasárnap, mert még nem beszélünk tényleg melegedési fázisokról, meg, meg kopásképről, meg minden egyébről, a, meg hogy a futóművet hogy állított hozzá, milyen futóművet tervezel eleve. Ne és hogy euh, mondjad? Szabi, szóval, nem, mert túlbeszélem, tehát nyugodtan ne, ne, közben, csak, 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 közben én, eszembe jutott, hogy, akkor hogy nem, akkor nem, nem, nekem rémlik egy olyan, hogy a Pirelli az idén pont a követhetőség miatt pluszban keményített is az összes ö, keverékén. tehát nem csak úgy, tehát hogy tényleg maga az egész szerkezet is, tényleg az egész kanvas úgy, ahogy van, sokkal merevebb, a, a, a keverékek sokkal keményebbek, sokkal időtállóbbak, és nem tudom, most lehet, hogy ugyanott vagyunk, de nekem nekem is azt tűnt fel, amit Józsival is rengetegszer beszélünk boncasztalban laci együtt, hogy Megmelegítés, meg utána ott tartás. Mert a Ferrari két kör alatt megmelegít bármit, gyakorlatilag bármilyen keveréket, utána viszont nagyjából két kör alatt meg is eszi, pályától és hőmérséklettől függően. Tehát, hogy azt, azt akarom ezzel az egészen kérdezni, hogy tulajdon, ha már így beszélsz a Pirellivel, akkor keményítettek egyébként? Tehát a keverékeken Mért, is, nem csak elmás, a karkaszokon? Elméletileg nem nem nyújtak a keveréket de utána ugye más karkasz, más az oldalfal, merevség, más az egész gumi szerkezet, az eleve befolyásolja azt, hogy mit csinál a futó futófelület. Nem nyúltak elméletileg hozzá, viszont azt ha? el lehet mondani, hogy mi az idei tapasztalat, hogy fog változni ez jövőre. Tehát jövőre lesznek módosítások, nem is, nem is, egy. Nem mondom, hogy óriásiak, de jelen szerintem azért fontosak. És mikor, Ön... úgy, mert ugye alkalmazkodni hogy 70, jav. 70 fok helyett ugye 50 fokig lehet jövőre csak melegíteni. Mondom, mondom mert, ezt, mert ezt elmondhatom, mert végül is nekem elmondták, akkor el is mondhatom. És szerintem még ezen is próbálnak majd faragni, vagy mit tudom én. Tehát egyszer le kell zárni, nyilván is azt kell mondani, hogy na ez a 23-as gumi, és akkor innentől kezdve ezt legyártjuk, már az idő is kell hozzá. Szóval a, ami, ami, idén probléma volt, az, hogy, hogy az első gumik gyengébbek a hátsóknál. Gyengébb alatt azt értsétek, hogy kisebb az oldalvezető képességük ugyanolyan erő esetén. Tehát, hogy alapvetően uh, túl erős hátsúgumik vannak a jelenlegi autókon az első közképest, és ezért nem elég, hogy ezek az autók nehezebbek minden eddigi forma egyes és a legtöbb autó eleve túlsúlyos volt, és eleve a szenvedette szenvedett az elején, és amúgy is alassuk a lassú kanyarokban a ahol még nincs akkora leszorító erő, hogy ezt aztán aero végül is el tudják tolni, mert nagy tempónál nincs gond tehát ott azt csinálnak, amit akarnak, annyira brutális a leszorító erő. De mondjuk a 130 alatti tartományban, 140-130 alatti tartományban, vagy igazán 100 alatt, ahol azt tényleg majdnem, hogy csak a gumiszámítom, persze nem igaz, de a, de a nagyságrendek szempontjából mégiscsak jó van, hogy jelentősége van. Szóval ott a balansz abszolút egy alul balansz és ezt nagyon kevés csapat jutott, tudta jól kiküszöbölni, és például a Red Bullnak az ugye az volt a nagy problémája, hogy volt majdnem 20 kg push, túlsúlya, és ez nagy rész tette az autót, tehát még, alukor, még nagyobb alukormányzatságot generált. És aztán a 20 kilót a Red Bull lefaragta mostanra, ráadásul az autó elejéből faragta le, tehát nem elég, hogy nyertek 20 kilót, ami ugye testvérek között is nagyjából 7 tized mondjuk átlagban ökölszabály szerint egy körön, tehát már csak az a gyorsultak körülbelül 7 tized másodpercet pályától függően persze, hogy, hogy levették a 20 kilót, de az autó vezethetősége is sokkal jobb lett, mert elmentek az ideális 50-50-es, tehát nem 50-50 per természetesen, mert nagyobb, tehát több súly van a hátul egy formegyes autón, de, de, az ideális, a formegyes autónk ideális fere felementek el, tehát sokkal inkább hátra tudtak vándorolni, Ettől elve az autó agilitása, kezelhetősége, vezethetősége változott, nem lett olyan alulkormányzott, kormányzott, mindjárt sokkal mozgékonyabb, sokkal jobban beállított autót kaptak, vezethetőbb autót, még jobban ki tudták használni azt a futóművet, amit egyébként erre terveztek, tehát nem 7 tizedet nyertek vele, hanem sokkal többet. És, és milyen úgy, okosak még... voltak, hogy közben arra is ügyeltek, hogy Pereznek egyre rosszabb legyen? Ja, hát igen, Hát igen, persze. Az, az, a legnagyobb trúvány. Mi, hogy nem elég, hogy a VB címre hajtunk, hanem csak, csak hogy valahogy jól lehetsesszük a Pereznek az évét. Hát, már, mert ez a lényeg. Na, né, egyébként ebből az is kiderül, hogy ugye Perez azt szereti, amikor egy autó alukormányzottabb, kezelhetőbb, amikor a feneke stabil, és inkább amikor határhelyzetben az óra kezd elmenni. És miután elvén nagyon finoman vezető, ezeket a túlsúlyos, évelén nagyon túlsúlyos, nagyon bután alukormányzott, tényleg óvatosan kanyarba betelendő autókkal élvezte a vezetést, tökéletesen a stílusának, de ezek buszok voltak a formágyos értelemben. Hát, és szó, ezt, szerint én mozgóinak hívtam. Ezt nagyon jól vezette Perez, mert ez fekszik a stílusának, az finom stílusával ez tök jól volt vezethető, mert miután tényleg nagyon jó keze van és jó érzéke a tapadáshatár megtalálásához, tök simán be tudta rakni határ környéken bármilyen tempójú kanyarba, különösen a lassú, középgyors kanyarokban, és azon a határon tudott maradni, ahol még nem nyírta le a gumikat, kihozta a gumiból a maximumot, és ki tudta hozni nyilván a Red a jó tulajdonságait is, de azzal együtt, hogy nem volt egy olyan túlkormányzatság, amit őt, amit őt megzavarja. Tehát pont neutrálisan tudta vezetni. A Ferstepent ez megölte, azért tegyük az egyenek a Ferstappen évelén vezette a VB-t, és nyert jó néhány verseny, miközben ugye Pereznek volt egy Szaudi uh, pólya, és utána nyilván szerencsétlenül jött ki a futam, de azért Monakot leszámítva nem nagyon tudott mire menni, még ezzel a túlsúlyos autóval se felsztappen ellen, de közelebb volt, mint bármikor máskor, és közelebb volt, mint bárki máskor felsztappen ellen, Rikádot leszámítva az első évben mondjuk, az első kettőben. És aztán, hogy az autó tényleg formegyes autóval változott, levetkőzte ezt a túlsúlyát, és elkezdett tényleg egy agilis, gyorsan a saját hoztengéje, vagy függelyes tengelyekről gyorsan pörgő, jó rotációval rendelkező autóvá válni, amit a Ferstappen meg nagyon jól kiaknáz. Ott kezdett Pérez Perez elbizonytalanodni, mert ez meg már nem az ő tartománya. Miközben egyébként alatta is gyorsult az autó, csak már nem tudja olyan mértékben kihasználni, ahogy ezt ki tudja Ferstappen használni. És pont ez a, a rossz az ő szempontjából, hogy nem is tud visszatérni a korábbi beállításokra, mert azzal annyival lassabb lenne az a mutatója, hogy hiába tetszene neki, még úgy is lassabb lenne is. Így van ez az mát, még, lassabb így, kör. még lassabb lenne. Így igen. van, tehát vissza lehetne térni, ahoz, vissza lehet, ha lehetne. Már nincsenek meg azok az elemek, mert átépítették, átalakították, ugye prinden próbálnak felhasználni, mint egy ilyen jó kisvetésforban, ami nagy buli után nagy buli csapsz, és akkor másnap maradék az ebéd. Maradék Igen, tehát, hogy a marad. Tehát, hogy igazából próbálnak keve, minél kevesebb új elemet felhasználni, illetve úgy gyártani le elemeket, hogy azokat akkor módosítják pont a költségsapka miatt. Tehát már nem tudják az éveli autót megépíteni pereznek, ha akarnák se, mert már nem léteznek azok az elemek, átlettek alakítva a padlólemez is, és újra kéne építeni, arra nincs pénz, hogy ilyen márciusi verziót megépítsünk. Minek? Tehát, hogy lehetne pereznek egy 20 kg nehezebb autója, de akkor meg az lenne a probléma, hogy 20 kg nehezebb, és akkor ugyanúgy nem lenne sehol. Tehát Perez még most is ezzel az autóval szerintem gyorsabb, mint, amennyi, mint ahol most tartanának az évelei autóval. Ugye amit nem láttunk, vagy amit nem lát ilyenkor senki jól, vagy nem néz meg igazán, hogy az évelején mennyivel jobb volt a Ferrari a Red Bullnál összességében, abszolút a Ferrari volt a leggyorsabb autó, és aztán, hogy a Red Bull fejlesztett, és levetkőzte a túlsúlyt, és, vissza, és, bekerültek az optimális tartományba, a Ferrari meg nem jó irányba fejlesztett, nem is volt talán annyi tartalék az autóban, a Red Bull most már átlépte a Ferrari-t. Nincs nagy különbség köztük, de, de nem, hogy az évelejéről teljesen átbillent a történet. És hogyha visszatennénk Perezt az éveleje autójába, és megnéznék még a Ferrari azóta azért megtett fejlesztését, fejlesztési lépcsőit, akkor ez nem lenne sehol, nem lenne jobban az évelei autóval, tehát nem tudsz ugyanabban, nem tudsz kétszer ugyanabban a folyóba lépni, nem tudsz visszamenni az előző idő, időpontba, mit tudom, hónapokkal az előtte, és azt mondani, hogy na akkor, akkor legyen, játsszuk innen újra, menj, menjen innen az év közepben. mert, mert az már megszűnt, mert mindenki tovább lépett onnan, és nincs erre jó megoldás. Na, a Pirellit meg be akarom fejezni, mert ugye kérdeztetek csak már azóta, el, léptünk kettőt, hogy mi változik jövőre a Pirellinél, jelen állás szerint hogy a C1 és a C3 új keveréket kap, tehát a 2-es, 4-es, 5-ös az ugyanaz marad, a C1-et közelebb hozzák egy kicsivel a C2-höz, tehát a C1-et nagyon keménynek érzi a Pirelli, az egyértelmű, és ez látszik is szerintem a... Mai hétvégén bevetik, a legtöbbször óckodnak tőle a csapatok, és uh -huh. ehhez nem tudják melegíteni, és nagyon ritkán működik jól. A C1 az a korábbi milyen soft? Super vagy hyper? Nem, nem Az, super Kemény. nem, az a kemény. Az, az a super kemény, az, az az a kemény most, 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 igen. kemény, igen. pont fordítva, igen, az igen, a igen, kemény. Az igen, a mert megváltozott, nem a szuper kemény. Az a legkeményebb keverék, és az a lényeg, hogy a C1-et közel a C2-höz jövőre, mert, mert érzik, hogy nagyon ezen használható. A hármas viszont túl közel van szerintük a, a, gyakorlati tapasztalatok és mérések alapján a négyeshez, a hármas viszont picit keményedik. Tehát az egyes, a, a legkeményebb lágyul egy picit közelebb kerül a ketteshez, a, a, középső, a hármas pedig a C3 meg picit keményebbé válik, picit elhúzzák a, négyes négyestől, mert most nincs jelentős különbség a 3-as meg a négyes között. Amikor tényleg megnéztek egy hétvégi gumikülönbséget, amikor a 3-as, meg a 4-es keverék is ott van, és hogy milyen különbségek vannak közöttük. Sokszor tényleg csak néhány tized, tehát tényleg túl közel vannak talán egymáshoz, hogy azon finomítanak. Nagyon mechanikus merevséget szeretnének egyébként elérni a gumikkal, a jövő évi gumikkal. Csökkenjen a szemcsesedési hajlam, ezen is dolgoznak, nyilván ez már futófelőtt kérdés is, de egyébként karkasz kérdés is és teljesen új konstrukciót kapnak. Tehát a teljes gumi arzenál, ami, ami most a, a, egy adott konstrukció épül, az megváltozik. Tehát annak, amellett, hogy az egyes meg a hármas keverék új lesz, kettes, négyes, ötös nem változik, a konstrukció megváltozik, és kifejezetten arra koncentrálnak majd, hogy az első gumik erősebbek legyenek, több nagyobb oldalerőt tudjanak átvinni, hogy jobb legyen. Tehát, hogy, az, a, hogy a mechanikus egyensúly az alacsony és tartományban, vagy a minimális és tartományban, a lassú kanyarokban, az teljesen neutrális, vagy lehetőleg semlegesebb legyen, hogy ne legyen ez az alulkormányzottság. Te végén tesztelhetik már, Gabi? Az a Dhabi, tesztel? Ja, igen, elméletileg igen. Tehát már én azt gondolom, hogy a Pirelli most már valahol meghúzta a vonalat, vagy majd október elsőjén a héten valamikor meghúzza. Itt csak tudjátok, mindig a visszaszámlálás kérdése, hogy hány hét alatt van meg onnantól kezdve, vagy azt mondtuk, hogy na hello, és akkor mennyi idő alatt gyártják le, és akkor tudják leszállítani a Budabúba, hogy Elvileg Japánba, meg Ósztinba kapnak majd plusz fél órát, azt hiszem a második, vagy első szabad Úgy van, másfél óra az... mm. Igen. Ja. a Red Bull, meg ugye sokat beszéltünk róla meg a fejlesztési irányokról, ezt idén is láttuk, hogy nagyon sokan, ami látható, azt a Red Bull-ról igyekeznek mintázni. Ugye az aszton kicsit túl is ment, ami nem látható, azt is róla próbálták mintázni. Elképzelhető-e az, hogy jövőre mondjuk 16 Red Bull féle kialakításra autót látunk, ahogy szépen bekonvergálnak egymáshoz a fejlesztési irányok? Figyelj, elképzelhető, tehát van benne ráció, miközben egyébként a Ferrari koncepcióját sem tartom rossznak, és azért működik, tehát ezért ez egy piszok jó autó. És azért továbbra is a fékezési stabilitása, meg a, tehát igazából minden, ami hosszirányban irányban ható erő, abban a Ferrari a legjobb fékezés, kigyorsítás, egyenes vonaló mozgás, minden, ami oda a Red Bull. A Mercedesnek meg nem tudom, hol lesz helye, egyelőre sehol nincs, illetve ez nem feltétlenül igaz, mert én a Mercedes koncepcióját is nagyon Érdekesnek talán, mint szinte mindegyikünk, nem tudják működtetni. Lehet, hogy úgy járnak vele, mint a Lotus 80 nal Annak idején a Lotus, hogy Igen. túl nagyot akartak, fingani, aztán beszartak. Tehát, hogy csináltak egy, csináltak egy olyan autót, ami a non-plus útra Igen, a teljes képzés szempontjából. És ground effect. Igen, a full-full ground effect, amiben szépen belefulladtak. Tehát, Igen. kicsit a Mercedes is ugyanebbe a cipőbe jár, mint uh, uh, hány évvel ezelőtt, már nehéz számolnom is. Ez 40-40. 43 évvel ezelőtt a Lotus, mert, mert tényleg annak a, annak a újkori leképzése ez a, ez a történet, de ettől még nem tartom elképzelhetetlennek, hogy ezt jövőre valahogy még mindig megpróbálják megtartani, ha bár ugye itt vagy, vagy, tehát itt nincs választási lehetőséged, mert itt gyakorlatilag van egy fejjel lefele fordított hűtőnyírásod két oldat, a háromszögnek a, a szélesebbik része az alul van, a talprészen, és ugye szinte eltűnik a, az oldasszekrény de hogy emiatt teljesen más áramlási kép van a ez fölött, nyilván a ez alatt is más, más dolgok máshogy működnek, nyilván ők szívtak a legtöbbet a pattogással, a delfinezéssel, és nem tudom, hogy ezt bemerik-e vállalni, hogy jövőre akkor ez sokkal kiforrottabban, szaladjunk neki, mert a jövőre is elrontják, és egyszerűen nem tudnak kitolatni ebből a Zsák utcából, csak egy kifinomultabban, de mégis rosszul működő autót fognak versenyezni, akkor, akkor nem csak két évet buktak, hanem egy két év hátrányba kell egy másik koncepciót kitalálni. Uh -huh. Most nagyon nehéz dolguk van, és most valamikor azt kell mondani, hogy a Pirelli is valamikor el kell döntse, de most ezt gyártjuk. A Mercinél is azt kell mondani, hogy gyerekek A vagy B, tehát a, be, a bevet bevett koncepció, amit minden csapat, hát illetve melyik? A Red bull a ferrari -é. vagy lesz egy új, lesz egy harmadik irány, a leszámítva, tehát a norma, mondjuk ugye a normál oldalszekrényes irányok közül lesz harmadik, tehát a, az egyenesen álló oldalszekrényes, ugye, ami, ami, amin a fürdőkádas csatorna a két oldalt, vagy ugye a rámpás nagyon hátrafele levágott sztori, ami ugye a Red Bull féle történet, és van-e van -e még, tehát én nem tudom, én azt nem tudom elképzelni, hogy ez a két irány legyen csak működőképes, illetve persze, hát a végén valami mindenki kormergálni fog, és a vég... lehet, hogy aztán letisztul. De én azt gondolom, hogy a bármelyik éreját néztük a formének, olyan sosem volt, hogy mindig csak egy irány működjön. Tehát, hogy legalább két vasat mindig tűzben tartanak, mert amikor eldönthetetlen, vagy nagyon kicsi a különbség egy, egy megoldás között, már csak az is számít, hogy melyik technikai csapat, melyik technikai igazgató miben hisz inkább. Tehát amikor már olyan kicsik a különbség a számok között, hogy azt mondod, hogy hát ha itt még tudnánk találni másfél százalékot, akkor itt ez jobb. Akkor már akkor úgyis azt fogod nyomni, amiben te jobban hiszel, és az, ezért gondolom, hogy teljesen egyforma tíz autó nem lesz, tehát húszatot, tehát tíz csapatnak a konstrukciói nem fognak megegyezni, de simán benne van a pakliban, hogy legalább a mezőny 50-60 százaléket, tehát 5-6 csapat teljesen rámegy a Red Bull megoldására, a Ferrari klónok idézőjelbe, tehát a Ferrari alkatrészeket használók, ház, Alfa Romeo. Meg hát az Alfa Romeo azért azért őt e, is azért van. Igen, van egy pár, van egy pár, de a ház lett nagyon fehér Ferrari. az igaz, az igaz, de, de azt például el képzelni, hogy az Alfa is inkább azt mondja, jó, hát a Ferrari alkatrészekből építkezünk, nem teljes mértékben persze, ott azért vannak különbségek, akár futomű, a megnézitek ott a push púrod megoldás, mert abban az Alfa szépen különbözik, de hogy, de hogy simán benne van, hogy hát most mit izzadjuk itt túl magunkat ezen a történeten, most nem, nem, kell nekünk feltalálni a spanyol ezt, akkor menjünk a Ferrari irányába, mert sokkal jobban fog minden passzolni a dolgainkhoz, amit megveszünk tőlük. Szóval nem lehet, hogy ez is befolyásolja majd inkább, hogy melyik motorbeszállító, melyik, melyik nagy csapatnak a, az alcsapatai, vagy a kis csapatai, vagy a privát csapatai, mit látnak koncepcióbeli lényegnek, és hát a Mercedes, mondom, nekem nagy kérdés, hogy a Mercedes mit dönt, és ha dönt, és mondjuk hagyja ezt az egészet a fenébe, mert, mert, azt érzik, hogy nem tudják meglavagolni, vagy egyszerűen kezelhetetlen, akkor, akkor mire, mire szavaznak? Tehát, hogy melyik, hogy hasonlít -e majd a ferrari jére hasonlít -e majd a Red bull ére vagy lesz egy harmadik irány? Ha, ha, már Mercedes, akkor szerintem térjünk el arra, hogy ugye 23-ban változnak a szabályok padolázás uh -huh. és diffúzor terén, ugye padolázás megemelték szóra. 15 mm-rel. Igen. Igen. És szerinted mennyire volt szükség erre, Ö, annak tekintetében, hogy amikor létrejöttek ezek a szabályok és elfogadtatták, akkor már a delfinezést mindenki kontroll alatt tudta tartani, még a Mercedes is. Oké, hogy előjött például fordban, de, de kontroll volt, és nem volt ez hatalmas tényező, pláne nem egészségügyi tényező. Hát szerintem nem volt rá szükség, ez a Mercedes sportpolitikai ereje, amit itt szépen kihasználtak, aztán ugye mert azt gondolták, hogy ez nekik előnyös lesz, de aztán rájöttek, hogy mégsem, mert ugye a spy technikai direktíve sem hozott nekik semmit, sőt, a ferrari egyébként az visszavetette szerintem egy picit, a Red Bull-nak semmit nem számított, és azért mondom, hogy picit, mert ugye amit mi látunk, azok ellenkező irányú mozgások. Csak ugye nem tudjuk, mi nem inerci rendszerekben nem igazán tudod sokszor, hogy mi közeledik mi felé, csak azt látod magadhoz képes, hogy te, hát ez közelebb jön hozzám, de közben ha te is mész felé, akkor, akkor dupla sebessége közeledik, miközben ő csak fele annyival jön magától. Tehát, hogy a Ferrari elkezdett visszaesni, a Red Bull meg elkezdett nagyon sokat javulni a, a súlyhátrány lefaragása miatt. És mint ez a két dolog egymás ellentétesen hatott, ezért óriásinak tűnik a, igen, a stúly. igen. De, de, igazából ez van benne, vagy ez van mögötte a valóság szerintem. Feltűnő, hogy a Hungaroring a Ferrari nem tudja kezelni a gumikat. Hát már előtte sem mindig tudta egyébként. Tehát az szerintem a furcsa... A... Hungoring a, most, igen, az... annyira furcsa hogy a... önmérségeti viszonyok voltak, de nyugodtan vágjunk egy szavába, azt szeretem, hogy, hogy és most komolyan mondtam, nem vicceltem. Okay. Tehát, hogy a, hogy a, a annyira különleges időjárási viszonyok voltak, mind a háromnak más volt a jönmérséget, más volt a pálya, teljesen zavart volt az egész sztori, és rossz gumit is választottak. Hogy a Ferrari ott igazából lábon lőtte magát, ezt a futamot megnyerhette volna, azt a futamot a 34. kör környéken lőtte, tehát totálisan uralt, azt szerintem ki is mondtam hogy ezt a mondatot a, a, közvetítés közben, hogy innentől kezdve Lökler irányít, aztán mégsem. De ezt meg, azt megnyerhették volna. Tehát azt a saját hibájukból rontották el. És onnantól jött a Spy technikai direktíva, ami egyébként szerintem nekik biztosan nem tett jót, illetve a Red Bull meg onnantól kezdve lett igazán brutálisan gyors. Tehát én azt gondolom, és ezt a Red Bull erről nem beszélt, de én azt gondolom, hogy Spától lett ez az autó igazán jó. A Hungaroringén is már nagyon jól működött, tehát volt fölfele ívelés, de, de igazából Spától szerintem a nyári szünetben azért még ott kiérlelődött néhány dolog a strandon, még akkor is, ha nem lehetett dolgozni. és, és oda, ott akkorra értek be azok a dolgok, amit a Red Bull igazán elkezdett bekapcsolni, jól működni. És azért, azért látjuk ezt a nagy darálat, miközben a ferrari meg pont a spában visszavetett picit a picit a, a, direktíva, és ez a két dolog együttes hatása miatt volt, e, van ekkora különbség, vagy látunk ekkora szakadékot. Én amit... ab, abból indulnék hogy a Hungaringen a Ferrari -e közepesen kívül semmit nem tudott használni. Tehát azonos keveréken Még Science, a lágyat sem. Science a lágyon, ö... Mege, megetette magát a két Mercedes-szel. Zandvoortban nagyjából 8 körrel bírt kevesebbet az első abban Lökler Verstappenhez képest, Spa-ban abszolút nem, nem, bírtak hosszú etapot menni, és Monzában is, azt látod, hogy hiába állt ki a VRC alatt Lökler, 10 kör után már olyan, olyan jelentős tempókülönbség volt a, a friss gumikkal kijövő Verstappen és Lökler között, hogy körönként másfél másodpercet dolgozott le, és azért hozták ki másodjára, hogy ne a tifozi előtt előzze meg őket. Fersztappen. Mondjuk, mondjuk, abban, abban, abban Gáborral vagyok, hogy a, a Hungaroring után, tehát a, a futamtól kezdve, ott már tényleg bejött a direktíva is, meg nem tudom, a Red Bullnál nem, nem beszéltek, csak tudod a nagyon-nagyon kikönnyített kaszniról, hogy még a súly határ alá is be tudtunk menni végre a, a kasznival, Kansz. de azt, azt lehet, hogy el se hozzák a, az azt idén, Nem, hozták nem hozzák el, nem is hozzák. Szerintem érték, semmi, hozzá szükségük kell. nincs rá. Hát azt nem, az a jövő évi nyomja majd, de hogy egyébként, Igen. hogy mondjak nektek ilyen félinfókat, vagy fél szintén Monzából, én már gyanakszom arra, és persze ezt senki nem fogja megerősíteni maximum jövőre, hogy már most Red Bull most is benne van súlyhatár alatt ezzel a kasznival, és már súlyoznak. Tehát voltak olyan, olyan két de szavak elszólások, amit én elszólásnak vettem. Lehet, hogy azért én azt akartam hallani vele persze, és erre is vigyázni kell mindig, hogy mit akarunk hallani, és mi a valóság. De én ebből azt, néhány dologból azt tettem ki a Pennél, és Pierre volt igen, egy hosszú Pierre interi, mondta, igen. Hogy, hogy most már, tud, most, most már, már tudunk, tudunk játszani. És ha tudunk játszani, akkor az nem azt jelenti, hogy akkor alatta vagyunk, különben hogy tudnak játszani. Tehát... Valószínűleg <laughs> a, igen. Igen. Úgy, Viszont hogy, ugye meg... Bocs, mondjad. Hát, csak annyi, és rád akartam csatlakozni, hogy, hogy amit láttok, az meg megint az, hogy a Red Bullnak alapvetően jobb az autó, jobb a gumikezelése. Csak az évelején mindent elmaszkírozott az iszonyú túlsúly. És a ferrari azért tűnt jobbnak, vagy jónak a gumikopása, a gumikezelése, a tempója, meg mindene. És hogy a Red Bull faragta le a kilókat, és lett az autó vezethetőbb, Ezzel együtt jöttek be az ideális tartományban a gumihasználat szempontjából is, amiben meg egyszerűen jobbak, mint a Ferrari. Most az egyértelmű. Ezért van ez az óriási váltás most, hogy a Ferrari hirtelen, nem tudná használni a gumit, a Red Bull meg óriási előny, a Red Bull ebbe az előnybe lett volna az év elején, a Red Bull ilyen e -e súlyhatáron levő autóval tudott volna menni, akkor nem is lett volna kérdés, hogy ez a VB hogy néz ki. Azért lett kérdés, most utólag vagyok okos persze, mert a Red Bull túl súlyos volt. A ferrari volt súlyelőnye, és ez egy gumikezelési előnye is. És még egy dolog, Science Lökler összevetésben az esetek 90 a Science-nak nem jó a gumikezelése, nem olyan jó, mint Lökleré. Igen. Tehát, hogy a science-féle lemaradások, belsések, tempóbeesések futamon, etapokon, az általában annak is köszönhető, hogy hamarabb lejárja a gumiait. És mm -hmm. nem mondom, hogy könnyű dolga van, vagy hogy egyszerű a ferrari és főleg a TD óta, de hogy a választanom kell, az előkle a jobb tempója mellett jobban is kiméli a gumikat, de persze ilyen szempontból is az ászok egyébként, már a kártyapakli szempontjából nézzük, a Red Bullnál vannak, mert Perez meg Ferstappen a mezőny két majdnem abszolút legjobb ilyen, mert még Hamilton ér a nyomukba ilyen szempontból. Én még rákötnék laci bocsánat itt a, a gumikezelés és egyéb kérdésekben, mert azért akartam szétszedni, mert a, a mostani az tényleg olyan, hogy az már tulajdonképpen elment, látjuk, igen, a két ö, dolog, a technikai direktíva, illetve a Red Bull kikönnyülése, az nagyon-nagyon felerősíti a Ferrari hátrányait, viszont ott volt Miami például, piszok, meleg volt egész hétvégén, Leclercnek sikerült, nem tudom, hat kör alatt megennie a gumiját? Szort of is. Verstappen simán elment mellette, utána meg. Utána meg azt láttuk, hogy Ausztriába fordított ö, gumikezelés volt. Olyan volt, mintha. Nem tudom, én nekem az egész ö, Ferrari az idén a gumimelegítés kapcsán egy ilyen kérdőjel, mert vannak olyan ö, versenyeik, mint Miami, ahol így. Elvileg a meleg az, én úgy voltam vele, a meleg így papíron akár kedvezhet is a ferrari mert nem kell akkor a tempót menni, mert a többiek se tudják elkajálni olyan gyorsan a gumiaikat, illetve el tudják, ha túl gyorsan mennek, így akkor kicsit vissza lehet fogni a dolgot, és akkor ott már el vagyunk mi is. Meg egyébként is volt egy, volt egy kisebb tempóelőny előny akkor még talán a ferrari -nál. utána meg Ausztria pont fordított. a elette magát. Meg volt az oka szerintem Ausztriának, ott hozta a Red Bull az új padlólemezt, és az nem működött. Red Bull ringen és Franciaországban használták egymás után két versenyen, és ezt Ferszappen nagyon nem szerette pont a gumi fogyasztás miatt sem. Tehát nem hiába volt papíron, vagy számítások szerint, vagy minden elképzelhető mérés szerint az egy jobb padlólemez, mégsem volt olyan vezethető, olyan egyensúly, olyan olyan egész package vele, amivel, tehát onnan visszaváltott a, korábbi padlólemezre, first viszont miután már módosították az új padlólemezre az összes korábbit, ugye kivágtak, ezért most már ugye ki is derült egy futammal ezelőtt, hogy a Pereznél meg az az új padlólemez van, amit nem szeretett first pen, mert ugye az volt elméletek a jobb padlólemez, de mégsem, first up semmiképp nem akart azzal menni, és miután ő van VB csatában, nyilván ő kapja azt a, akkor Élsze. az egyik korábbi verziót, és ennek számomra a ez van köze, de az gyorsan tegyük hozzá, és ez megint csak olyan dolog, hogy itt viszont vannak ilyen csereszabatos alkatrészek sokszor a forma egyben. Tehát azzal, hogy az akkor még túlsúlyos, nem tudjuk mennyire túlsúlyos. Ugye ez is kérdés, hogy de mikor faragta el a Red Bull túlsúlyt. Hát ez folyamatos művelet. Tehát ez nem úgy néz ki, hogy na, fölébredtek egyik nap, és figyeljetek, most már tényleg befejeztük itt a matricázást, meg, meg most már minden azért be van, de Most már valaki hétfőn kezdje, már el 20 kilót az autóról. Nem, ez az út a probléma volt és ez dekánként, grammonként, húsz ahogy jött. Ahogy, és ez nem azt jelenti, hogy nyilván egy késsel akkor hanem megint átnéztek az alkatrészeket, mit kell áttervezni, mit lehet áttervezni, mihez lehet hozzányúlni olcsón, mi az, ami drágán, miből mennyit lehet kihozni, és minek kell megtartani azt a merevségét, azt a szilárdságát, ami szükséges az, hogy elvisel, azt a funkciót be, be tudja tölteni, amire megtervezték. És, és, ez, így foly, ez egy folyamatos sztori volt. Tehát szerintem ez itt versenyről versenyre, hétvégről hétvégre, még hétvégén belül is el tudom képzelni, hogy még jött egy újabb elem, vagy még valamit faragtak, vagy ott 3D nyomtatva valamit, ott ki, még variáltak péntekről szombatra, és megint lejött újabb 20 deka, újabb 40 deka, újabb 1 kg, és egyszer így jutottak el ez a, ez a 20 kilós mínuszig és nem úgy, hogy július közepén egyszer csak jött egy mínusz 20 kilós autó. Tehát mindig De jöttek a hírek egyébként, hogy most 8 kilót lefaragunk, kilós, igen. És igen. a barcelonai igen. fejlesztésre is csomó kilót igen. lefaragtak, és folyamatosan jöttek a hírek, hogy igen. milyen lépésekben faragják le azt. Na szóval és csak ilyen azt akartam... 3-4 kilós különbségek voltak mindig. Azt akartam kihozni az egészből, hogy lehet, hogy ez a padló ez nem működött jól a nyár első felében, még mondjuk 10 kg túlsúlynál, aztán lehet, hogyha most visszarakják ezt a padlóemezt októberben, már úgy, hogy tudják balasztolni az autót, akkor hirtelen megint, akkor mégis jó lesz. Tehát azért ez benne van a pakliban, mert azért amit megterveznek, és úgy tűnik, hogy az, az egy jobb irány, azért az, az ritkán szokott ennyire félre de benne van, hogy ez mégsem. Vagy csak egyszerűen felszapen vezetési stílusának, az ő autó, kívánt autó érzetének nem felel meg. Pláne a, a, a Red Bull ritkán s... szokott félre menni. Így van. Mert ráadásul a Perezhez visszatérve meg, ugye most a Perez megy ezzel az újabb ezzel, amit a Ferstappen nem szeretett, de ez az nem azt jelenti, hogy Pereznek nem jó ez. Tehát ezt egy szóval nem hallottuk, ugye Pereztől egyszer sem mondta azt, hogy hát én a régi padlom ezt, azt Pierre mondta, hogy ha akarnánk, se tudnánk Pereznek a régi padlom felrakni, mert már mind ki van vágva, és már az újabb verzióra van megcsinálva, arra már nincs pénz, hogy építsünk régi padlom És ez érthető is. A szezon ezen szakaszában, a Red Bull már gyakorlatilag szinte megnyerte a Verstappen persze már szinte megnyerte az egyénit, most akkor építsenek, pereznek egy régi padon, ezt hogy kifussanak az amúgy is centire kiszámolt, vagy fillére kiszámolt költségkeretből. Tehát, hogyha értemény... ilyen helyzetben vannak, akkor jön akkor, hogyha törnek? Hát rá, ráhagynak valamennyit, erről szerintem pont a héten, vagy a múlt héten beszéltek az alfások hogy nehéz, nehéz, kalkulálni, mert rá kell hagyni valamit a törésekre, és náluk meg idén volt pár néhány, ugye hibán kívül is, például a Szíves a szegény Jónak. De hogy igen, kell a töréssel is kalkulálnod, vagy a törésre is, hát akkor az van, hogy akkor abból meg, valahogy meg kell építened, végső soron nem tudom, tehát hogy azért azt mindig vegyétek figyelembe, és erről nem beszélünk sokat, és majd ez, ez biztos, hogy ebből óriási happogást meg, Rüszkörés lesz majd január-februárban, amikor majd kiderül, hogy ki mennyit költött a szezonban. És ezen ne csodálkozom senki, most előre felvezetem, jó? Hogy van ilyen mondaná, plusz 5 millió 5 ilyen százalék, 5, százalék, 5, 5%, 5 százalék. Tehát van egy 5 százalékos szabály, hogyha 5 százalékkal léptett túl, akkor nem minősül szándékos, vagy jelentős túllépésnek, hanem akkor kis benyével. Megúszhatod. Az 5%. Most 4 100, négy 100, lehet írni. 144 Ajaj. milliónak az 5%-a jó számolom, az 7,2%. millió. millió. 152 re az... ki lehet menni. Tehát, hogy. Ö, ö, Akármit csináltok, ezt a 7 milliót mindenki. A nagy csapatok tudják. Túl fogják, jel. persze, ez egyértelmű, ez be van, van számolva. Van rá egy szabályokban előírt lehetőségem, hogy szőnyegen térde persze, és akkor elkölthetsz plusz 5%-ot, ne szórakozzatok már, tudjátok, <laughs> hogy, ne, ez itt nem babra megy. Tehát, hogy ezt be fogják vetni, ki fog jönni. Igen, a Ferrari, a Red Bull, a Mercedes, a mit tudom, az Alpine túl kötekezett 3%-kal, 4%-kal, 4,5%-kal. Tehát, hogy pont még beleférjenek a, 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 lájtos szabályszegésbe, amiért nem jár pont levonás, ne amiért nem. Tehát ezek, ezek, mind olyan, figyelj, ez, 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 egy olyan, mint egy, mint egy szándékos taktikai fal a, a, focipályán, mint egy sárga 88. percben, amikor egy nulla vezettek, és beválasz egy sárgát, mert nehogy meg kapjunk, vagy még akár egy pirosat. És ez tipikusan olyan sztori, és, és ebbe és ebben nincs párdon. Tehát aki nem így csinál, még azt is mondom, hogy aki ezt nem használja ki, kivéve a kis csapatokat, az hülyeség az fülye... az a... az, az, az ezt nem kihasználni. Ezek olyan lehetőségek, amivel élni kell, hogyha te versenyben akarsz maradni. Pont ezt akartam mondani, hogy a kis csapatoknál például Güntes Tegyen kifejezetten hangoztatta az évelein, hogy e, ugye tavaly úgymond összekuporgatták az idei büdzsét, de Urákali nélkül szeretnék az idei évet 100 millióból kihúzni és az, hogy Miksumárnak a kettő autófélveszakítós törésére azt mondták, hogy akkor a fejlesztési büdzsé fele az elszállt, ez egy elég nagy szegénységi bizonyítvány. Hát ők próbálták ezt olcsón megúszni, de hát érthető az az urákáli 40 millió, az, az veszettül hiányzik. Hát ez pont a 140, tehát értitek, be volt tervezve a 140, eltűnt az urákáli 100. Hát ez konkrétan a matek is szépen kiadja. Nem, hogy fizetett idén az urákáli, azt akarja most mazepin visszaperelni. Hát igen, de azért azt a pénzt nem úgy költöd. Tehát, hogy pont ezért, hogy szerintem azt most e azt berakták kamatozni valahova, mert hogyha mégiscsak visszaperelnék és vissza kellene fizetni, az, az még jobban fájna. Tehát szerintem nem akarták ők ezt a 40 milliót elkölteni. Úgy vannak ezzel, hogyha megúszszák ezt a bírósági történetet, vagy, vagy nekik lesz igazuk a bíróságon, akkor majd ezt a 40 milliót kiveszik a bankból, ami addigra már lehet, hogy 60 lesz, vagy csak 55, vagy mit tudom, mi fektették éppen. És 20 és akkor majd elküldik, inflációval. És, és, és majd elköltik arra az évi autóra. Tehát most gondolja, mekkora hülyeség lenne az idei autóra elkölteni az összes pénzt, majd vissza kéne fizetned kamatostól az egészetet. Tehát az lenne az igazi lábalövés. Szerintem milyen szempontból okosan kalkulált a ház, hogyha ezt így csinálta, de ez csak tip. És, Nyilván nekik most azért dolgozik az a részleg, ami Maranellóban fel van állítva, nyilván a, hát egyébként a gyártelepen belül van, tehát a Ferrari gyáron belül van a háznak az a minő a meglepetés. Is. Igen, ez az egyetlen, aki átjár egyébként Maranellóba ebédelni. Kantinban találkoznak egyébként. az. kicserélik a, nem beszél a, a másik. -a. Perce. De hogy ez hát más is meg lehet, persze, hát biztos a Red Bull is vannak olyan karácsonyi bulik, amikor az Alfa Taurisok is ott vannak, de hogy, de, vagy egy jó ice tea megisznak együtt. De ezt lesz számítva ez mindig benne volt, ezt sosem tudod kizárni. De ettől még egyező elemeket, nagyon nehéz azért át, átverni a rendszeren a teljesen egyező elemeket, alapötletet, amit aztán te, te viszel tovább, azt meg senki nem tudja megmondani, hogy ezt tényleg te álmodtad, meg éjjel háromkor, vagy, vagy egyszerűen csak megmondták neked, hogy figyelj, mi ezt így megépíteni, jó jártok ti is, ha ezt így csináljátok. Hát de az Aston tavaly már tesztelte az idei Red Bull-t a szélcsatornájukban, megmondták ők is. Igen, akkor lehet, hogy a Red Bull az asztalról? Csak túl uh, Igen, igen. nem Fellows egyébként azt mondta, hogy amikor ő már ö, oda, tehát ő már elfoglalta a pozícióját, most éven, már én éve, nem volt. tudom mikor, akkor már megvolt az a koncert. Igen, hát Persze, hogy hallottunk érdekes Dan információt. bement februárban, lerakta Lawrence Stroll elé a pendrive-ot, és mikor április 1-én hivatalosan is elkezdhetett dolgozni, addigra már megvolt a CAD modell. Hát én azt Viccesen. gondolom, hogy azért ennek több idő kell, hogy ezt, ezt kiírlejék, de azt is pontosan el, el tudom képzelni, hogy miután persze nem, a pendrive-on nem tudsz kivinni. Tehát olyan, olyan informatikai rendszerek vannak, és olyan olyan, mód, olyan elképesztő módon védik ezeket a dolgokat, hogy nem nem tudsz csak olyan egyszerűen letölteni. Tehát azonnal látnák, hogy, hogy kirakta ki, ki hova. Nem is tud, nem is viheted ki a gyárból. Nem, tehát egy csomó dologhoz csak a gyári gépeken férsz hozzá, pont emiatt, hogy védjék a know-how-t, védjék a saját dolgaikat. Ettől még a fejében nem felóz, azt vitt ki, amit akart, és utána otthon szépen felskiccelte, és mondjuk már, amikor tárgyat az asztonnal, hogy átmenne, és még a Red Bullnál dolgozott, az elképzelések számára leginkább jobba, jól kinéző verzióját simán felvázolhatta, úgy ez az asztonnak, hogy persze nem voltak ott a konkrét tervek, de hát hogyha azt mondom nektek, hogy figyeljetek, tudjátok, ez a rámpás hátrafelézés, az lesz a menő megoldás, azért el tudjátok képzelni. Most ezt egy formegyes még jobban el tudja képzelni. Tehát nyilván nem lett a reddul Bull a másolata, de az persze nem lehet kizárni, hogy volt ilyen információáramlás, információ de ez meg, ez mindig kivéthetetlen, és ez mindig benne van a pakliban, hogy a tudást a mérnök a fejében elviszi magával és azt nem tudod kivédeni. Tehát, hogy a konkrét tervek mentek ki, az, az bírósági ügy, és az, az börtön adott esetben az embernek, vagy egy, vagy egy ö, felfüggesztet, de az egy komoly megcibálás, és a karriered vége. Ha a fejedbe vitted ki, akkor nem, senki nem mondhat semmit. Régen a know-how-t elviheted. Te, aminek te, is részese vagy. Aminek te is, tehát az, hogy mondjam, az belőled is építkezik. X százaléka a know amíg ott dolgoztál, az, annak te tevőleges részese voltál, az, az miattad lett az. Igen, a saját ilyet, ami Igen. Tehát... Amit te összeszedtél, tudást, azt elviheted, így van a, a rendes kampaniaszetteket, azokat nem engedik, igen. Hát látszik is, csúnyán és viccesen fogalmazva, asztonéknál az orrot és az első szányat nem sikerült. De amúgy így gyakorlatilag oldaldoboztól szinte kezdve hátrafelé egy az egybe Barcelonába, kigurult fettel, és így ránéztem, hogy úú. Uh, uh, Majdnem 2013 megint. Csak az okay. autó fele lemaradt. Kérdezzetek még, mert, mert nekem kezd nagyon elmenni az időm, mert 8 óra után vagyunk. Majdnem egy órája beszélünk, abból én biztos lenyomtam 45 percet. Szóval kérdezzetek még, mert aztán utána úgyis ti folytatjátok nélkülem. Igen. Nem maradjon bennünk olyan, amit, amit nekem kéne elmondani, aztán utána ti meg a, a, a helyre billentitek az arányt. Jó, igazából egy téma van, amit felírtunk, de még nem esett szóba, és akkor ezt vezessük le a súlyból. Ugye? Beszéltük, hogy hogyan tudnak súlyhatár alá menni. Uh, és ugye azt is tudjuk, hogy jövőre nehezetni fognak az autók, már csak a merevebb padlólemez, a megerősített felülső bukókeret és a, a tömöre belső szárnyat. És kettő részből áll a kérdés, hogy a, ebből tudnak-e érdemben lefaragni, mert ugye azért nem titkolt célja a a FOM-nak és az FIA-nak, hogy azért valamennyivel legyenek már könnyebbek az autók, a másik pedig, hogy a, a 26-os motorokkal ezt megcélozták-e, és, és érdemi változásra számíthatunk-e súly szempontjából. Hát azt gondolom, a 798 kilót jelen pillanatban nem hiszem, hogy változtatni fogják be, hát mondjuk szeptember vége van, nem látjuk, hogy mi fog történni. Én nem, most a viccesen akarám fogalmazni, hát jó, de hát mondjuk a 15 mm-t meg elvesznek a padolemezbe, az meg könnyebb lesz, nem? Tehát, de csak megemelik. <laughs> hát tudom, azért mondom, most vicceltem. Tehát, hogyha egy merre a padolemezben, a 15-öt kivágunk a húsából, és akkor milyen jó lenne. Nyilván nem, de hogy e, e, nem hiszem, hogy ezek olyan sok, nyilván mind plusz tömeg, amit mondtál, de hogy e, látva azt, hogy a Red Bull mit tud elérni egy év alatt, nyilván a mezőny egyik legjobb csapata, és az egyik technológia, az egyik legfejlettebb alakulat azért azt gondolom, hogy a 798 kg nem lesz probléma. Na mondjuk ebből nem lesz 790, meg 780, meg 760 kiló sem e, belátható időn belül. Egyszerűen képtelenség, főleg ezekkel a megkötésekkel és azokkal a a elemkorlátozásokkal, csomó mindenek meg van szabva a minimál súlyát, meg van egy minimál súly motorblokkra, vagy minimál, vagy minimál tömeg, bocsánat, nagy a fizika tudorok megszóljanak, szóval, hogy de akkumulátor ugyanúgy van egy minimumtól meg, is nagyon sok alkatrészre, nagyon sok egy egységesített alkatrész van, amit egyébként a csapatok gyártának, ők tovább könnyítenék. Ezek miatt sokan nehezebb egyébként lejjebb menni az önsúlya, de hát ez azért van, meg, mert iszonyú drága lenne. Tehát ezekkel az elemekkel mind egyesével foglalkozni kellene, mint sokkal több pénzbe kerülne. Úgyhogy itt saját maguktól védik a csapatokat, meg a költségsapkába való beférés próbálják megkönnyíteni. Motorra visszatérve, a motor biztos, hogy könnyebbé válik majd 2026-tól, vagy könnyebbé válhat, inkább így fogalmazok, mert már láttam vagy hallottam olyan dolgokat is, hogy ott is majd egységesítenek még, illetve egyszerűsítenek, és emiatt majd még nehezítenek. Tehát bizonyos elemek <laughs> euh, még nehezebbé válhatnak a motorban, de miután kikerül az MGUH, azért az önmagában ez nem egy 20 húszdecskás darab. Jó, tehát de ott a már minden... 400 kW-os villany motor se egy PSUI. Hát az csúnyább lesz hát meg az aksi, várjatok, meg az axi mérete is növekedni fog. Tehát, az, igen. Még, az még a fizikai méret is, meg, meg súly. is. Igen, tehát az, akkumulátor kapacitás, a méret és a kapacitás miért, ugye a méretének is nőni kell, ha csak addig nem történik csoda. Pluszos kondenzátorra tolják. területén. Nem tudom, nehéz megmondani, hogy figyeljetek, hát 2026-ig nem látunk még el, ugye a legkevésbé egyébként a szintetikus üzemanyagok fogják ezt befolyásolni, mert annak a a tömege nem igazán fog változni ilyen szempontból, vagy a fajsúlya, de hogy, hogy milyen irányba mehet, én is jobban örülnék, hogyha a 600 kilós autók szaladgálnának, vagy pont ma tettem föl egy posztot egyébként a 1976-os Penske PC4-esre, amivel ugye John Watson nyerte azt a 76-os osztrák nagy díjat, amit elősz, ami az első magyar televíziós formányos mm -hmm. között is volt, a, a, egyetem, a, igen, a Penske egyetlen, egyetlen győzelme és amerikai konstrukció egy utolsó formányes győzelme is. Szóval, és az volt az érdekes, hogy főraktam és pont kírogattam az alapadatait, hogy most 620 kilós volt, és 465 ló erős. 1976-ban az akkori, éppen egyik futam győztes autó, ami nyilván nem ez volt a legerősebb, de az egy jó autó volt, éppen ötödik volt abban az évben a konstruktori vében, tehát 465 ló és 620 kiló. Tehát, hogy ehhez képest már ugye járunk 798 kilónál és 1000 lóerőnél, meg hát sokkal vezethetőbb autóknál, sokkal komolyabb aerónál, sokkal jobb gumiknál. Nemrég csináltam egy ilyen összehasonlítást, lehet, hogy már is megtettétek valamikor, vagy, csak fejben, én megtettem visszamenőleg rengeteg Forma 3 as utalmat, eredményét, időmére eredményét néztem meg, meg a rengeteg Forma 1-es verseny időmérő eredményét a 70-es, 80-es évekből, és a mai Forma 3-as mezőny, amik ugye 678 kg, ha jól emlékszem, a Forma 3-as autó, és 380 vagy 390 ló. Tehát a, a, a majdnem 400 lóerős is, majdnem 420. 700. 420 uh, a, uh, a Forma 3-as szívó, uh, 620 a Zikerturbos Forma 2 420 és ehhez 600, közel 680 kg. Uh -huh. uh, súly erőben még rosszabbul álló Forma 3-as autók uh, ugyanolyan gyorsak, mint a 70-es évek közepének form 1-es autói. 75, 76, 77, tehát mondjuk a rás korszak, azokban az években az összehasonlítható pályákon, de akarjátok nézzétek majd meg, ahol ma is van form 1-es futam, és nem változott a pályavonal vezetése, és megy a Forma 3, és akkor is ment Forma 1. Ha megnézzétek az időmű eredményeket, egálban vannak. Tehát a, ugyanazt tudja egy mai Forma 3 autó, amit egy 70-es évek közepi Forma 1-es autó. Ez nagyon durva egyébként. hiszem nálunk Szabi számoltat ki, hogy uh, Zsolti 2004-ben annyit ment Monakóban, mint 91-ben, 92-ben Szenna, Szenna. Tehát ez mutatja Minden, az egyenlőszkélt. Persze, így van, így van, ezt, ezt láthattuk is, így van. De valahogy a, én is a 90-es években kezdtem el ugye nézni, nekem akkor az volt a, a megfigyelésem, a kis, kis saját ököl szabályom, hogyha nem nagyon változik a, a szabályrendszer, akkor a, az f 1 autó körülbelül évről évre olyan másodperc körül gyorsul átlagban. Persze nyilván ez pályától is függ, stb. És akkor én is elkezdtem ugyanezzel játszani, amivel, amivel tegabi, hogy na akkor, mondjuk mennyivel vagyunk gyorsabbak a 60-as éveknél. Hát ugye bejött a GPL, és azt imádtam. És akkor így néztem, hogy hát... Az a, az a, durván nem tudom 30-31 szekundum, aminek úgy az ökölszabály alapján ki kellett volna jönnie, e, meg lehetett volna. Tehát nyilván elképesztő fejlődésnek e, vagyunk szem és, fül fültanúi, tehát ugye szabályrendszer szabály Azok visszavet. is segítenek. Hát segítenek, vagy visszavetik. Ugye, amikor szándékosan lassítani akarják őket, akkor látod is, hogyha egy grafikonon nézed, Na, van is egy ilyen grafikon nálam, de most nem fogom megtalálni ilyen gyorsan. Akkor a az a 17-es az nagyon sokat segített. Akkor a egyébként szépen fölfele tehát az átlagsebességet nézed, akkor 50-es évektől szépen megy, megy fölfele, hogy ezt, ezt egy grafikonra. De azért -ben vannak benne egy. És vannak benne, igen, 61-ben van egy belsős, és minden, tehát meg tudod mondani, hogy hol vannak a belsősek, vagy hol vannak a kiugrások, hogy 2017-ben van egy fölfele ugrás, és akkor a, a jelen, a 98-ban van egy, egy, bezuhanás, amikor a jöttek uh. a hordázott gumik, tehát hogy mindig vannak ilyen, 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 változások, de, de a nagy átlag, tehát hogy a, a hogy milyen irányba mutat a, az a görbe, vagy az, az egyenes, az, az mindig fölfele, tehát mindig a uh irányába. Így van, és ez, ez, egyébként szerintem így is van jól. Tehát emlékszem, amikor jöttek ezek a, ezek a cikkek tavaly, és én nagyon jókat mosolyogtam rajta, hogy annyit fog lassulni a forma 1 a, az új szabályok miatt, hogy F2 szintre. Igen, ez tehát is így ültem, ezt... hogy ez... Ezt a kedvenc csapatfőnökünk mondta. Igen, a ja. kedvenc csapatfőnökünk? Soft Nowhere. nowhere. -now -er. Ja. <laughs> ah, igen, azon... azon... Ja, az Asztonnál volt. Igen. Éppként hát az Aston lehet veri az F2-t. Soft -er élőben, élőben Soft nagyon jó arc, nagyon jó arc, és nagyon nagy barátja a magyar focinak, teljesen képbe van, képzeljétek. Ne idejessék. Abszolút, abszolút. Ha most ezek után, után azt mondod, az az, hogy MB1-et is néz, akkor meghívjuk. MB1-et nem néz, de, de erre, erre van egy nagyon beteg sztorim, nem Forma 1, de hogy ha van, van 20 másodpercetek gyorsan elmondom. Simán, nekem több is. Érzed, de snooker, Európa bajnokság, régen snookereztem versenyszerűen, kontinentális EB, és a Máltai Szövetség vezetője, elnöke, ki a csapata, egyik, egyik éjszaka nagyot mulattunk, meg nagyot dumáltunk, kajáltunk, és sztorizgattunk. Óriási foci őrült volt, és magyar foci őrült is volt, és ha hiszitek, ha Kispest Drucker Máltáról, és minden egyes Kispest meg megvan a kitűző verziója. Tehát teljesen elmebeteg teljesen elmevetek dolg, úgyhogy ne csodálkozz, hogy Szafnár ismeri Puskást. Csak jó, azt, puskást azt úgy idézélbetéve elvárom, de hogyha mondjuk Bödedanit. már Kubalát is ismeri, vagy, vagy igen, Eszterháziékat, akkor azt mondom, hogy az, az tényleg nagyon respekt. Na majd megkérdezem legközelebb, egy jó Eszterházi, és ha nem a Tórtára igen. Igen. a szociál, igen, a focistára, akkor azt mondjuk, hogy jó, hát akkor tényleg ő is magyar foci őrült. Nekem van még egy olyan kérdésem, hogy ugye most beszéltünk arról, hogy jövőre is lesz szabályváltozás, meg 26-ban is lesz szabályváltozás, ugye Dominikáli már lenyilatkozta, hogy hát akkor azért ők le fognak ülni, és meg fogják vizsgálni, hogy uh, hogyan szakadhatott szét így a mezőny, közben tavaly mi a kibeszélőben egy fél évet, legalábbis én biztos egy nagyjából egy fél éven keresztül minden adásban elmondtam, hogy nagy szabályváltozáskor mindig benne van, hogy valaki annyira betalál, hogy abban az évben nem lehet megfogni. Ehhez képest ugye az idén látjuk a csalódott kommenteket nagyon-nagyon sokszor. Hogy fogjuk elérni azt, vagy van-e egyáltalán lehetősége, ideje a Forma egynek azzal, hogy jövőre is változnak azért a szabályok, és nem kicsit. 26-tól meg ugye megint egy teljesen másik motorformula érkezik, majd ugye az audi már biztosan tudjuk, a Porsche meg ugye most szétszaladt a Red Bull-al, majd valami lesz, nem tudjuk, hogy mi lesz és van-e idő arra, hogy összerázódjon a mezőny, mielőtt megint belerúgunk egy nagy a szabályrendszerbe? Szerintem, szerintem van, ez a jövőre nincs olyan nagy változás. Tudom, hogy ez nem elhanyagolható, ez a 15 millis mm emelés, de alapvetően ezeket az autókat fogják gyártani, ezeket az autókat idén már azért elég jól elkezdték kiismerni, rengeteg adatuk van róla, és nem, tehát mondjam, nem fogja magát senki eh, lábon lőni hirtelen a 15 milli mm miatt. Szerintem arányok változhatnak, vagy versenyképességben valaki jöhet előrébb, mehet visszább, ettől a 15 millitől mondjuk, hogy megnéztük, a Red Bullnak nagyon nem számított a technikai direktív a spa tehát hogy szerintem a 15 millit nekik igazán nem fog betenni. A Merci meg, ha új autót csinál, akkor nekik valahol mindegy lesz. És ha innen nézem, akkor én szerintem egyébként lesz idő. Tehát hagyni kell, nem szabad mindig hozzányúlni a szabályokhoz, hogyha nincs velük baj, mert pont, pont akkor kezd. Erre akartam kiukadni, hogy nem túl sok időt. Figyelj, az idő. Hát 26-ban egyébként elméletileg a szabályrendszer csak a motorokkal változik meg igazán, magukhoz az autókhoz elméletek nem akarnak nagyon nyúlni. Persze lesz vá komolyabb változás attól, hogy ennyire komoly motorváltozás lesz, erőforrás változás, de maga az autó felépítés, meg az, a, a, ez a ground effect, hát ez a, ez a pseudo ground effect, mert ez ugye nem rendes ground effect, teljes. A szó, -szó, -szó szerint értelmében ugye nincs szoknya rajta, és de azért igen. mégiscsak azt a hatást használják és amikor a padló ez az, ott van a az aszfalton, akkor tulajdonképpen az is szigetel, és azért, azért brutálisan működik, a látszik is, hogy meghajlik a pad, milyen durván hajlik a padon, mert ez tehát azért mégiscsak ezek ground effect autók valamilyen értelemben. Szóval hogy koncepció szempontjából nem lesz változás a jelen állás szerint, amit jelen tudunk. Aztán mit tudom én, még mit találnak ki, de hogy alapvetően én nekem nincs bajom ezzel az idei szabályrendszerrel, az hanem nekem hát ennyire fint. jól eltalált szabályrendszer, szabályváltozást, de nyilván miután azért logikusan volt felépítve, nem tudományosan baby. volt felépítve, ki volt találva, ez működik. Tehát, hogy ami, ami ki van találva, azért az általában működik. Ez a bizben nem mérnök vagyok, azért ez egy mémként jó, de azért általában azért azért mérnökök kell ennek, a, igen, az, hogy azért dolgok igen. találva, itt ki a volt találva. 2009-es is így meg volt alapozva, Ugye ott volt az előzés segítő bizottság. Na, hát ugye ezt az, Na, elején ez érintettem, baj. az elején érintettem ezt a bizottságos dít, ahol mondom, inkább nagy, nagyobb volt a kétering számla, mint, mint, amennyi, a, mint amennyire amennyi jó döntés hoztak. Ott az volt a baj, hogy nem mertek bevállalni komolyabb változtatást, illetve mindenki paranoiás volt, hogyha bárki bedobott egy jónak tűnő ötletet, Azért akarják, mert nekik ez fejlesztenek. Ezt nem Iben. szavazzuk meg, ezt nem szavazzuk meg. Hát ezek már kész vannak ezzel az utccal. hogy már. Tehát, hogy konkrétan tudok ilyeneket, vagy voltak ilyen felhangok, hogy a McLaren azért nem szavazta meg annak az ötletét, meg a másik annak az ötletét, mert úgy gondolt, hogy ők már eleve hátrányban lennének, hogyha ezt bevállalnák. Tehát, hogy itt ott mindenki félt a többitől. És itt meg az volt a jó, az FIA kiszedte, illetve a Liberty kiszedte a csapatok kezéből a dolgot, saját hatáskörben, saját volt form és fogtak, megépítettek egy autót, bepakoltak csatornába, megnéztek több verziót, és kitalálták, és ez működik. Tehát ezért ez nagyon sok minden, mert nem lehet belekötni az idei szabályrendszerbe szerintem, mert szerintem úgy, majdnem, hogy úgy jó, ahogy van. És igen, ezt akartam igen. kérdezni, bocsánat, amit mondtál, hogy, uh... Amit elmondtál, hogy ez a Liberty szabályrendszere volt, nagyjából az első alkalom a, a jó, persze Eccleston-nak voltak ilyen lázámos ötletei. Úristen, ez tényleg olyan volt, fölkelt valamelyik éjszaka, valamelyik reggel, és akkor kiöntött a, a kárnyákat. fel a pályát. Igen. De hogy ez az első szabályrendszer, amit elismerten, nem az FIA, hanem a, a Formula Management hozott és azért a háttérben egy ilyen érdekes kis hatalmi harc is látszik itt Domenikáli meg Ben között, hogy nem menjünk messzire például a naptár közzététele. Hát szerintem ez egy nem olyan jelentős sztori, meg szerintem ez fel is fújja a sajtó, azért azon mindig nevetek, hogy hányféleképpen nyilak meg dolgokat, vagy miből lesz ügy, ami igazából nem is ügy. Nyilván most Ben már már megtalálni a saját pozícióját, helyét, erejét, a Vizsántotnak azért jelentősen meg volt, de hát ő a 1-ből jött. Tehát te, te annyira külsős vagy ebbe, te annyira uh, uh, kívülálló, vagy hiába te vagy az FIA elnöke, hát most jött a tereprali virágából, érted, meg, meg, meg onnan közel-keletről, mindig feketeseggű lesz. Tehát, hogy. Uh, de egy nem. Uh, be kell nem lesz könnyű dolgozni. Dolga. Be Igen. kell magad dolgozni, hát nem fognak elfogadni csak azért, mert te vagy az FIA elnöke, hát ne szórakozz már. Hát most mit tudsz te a egyről, meg úgy egyébként. Nyilván megvan a saját, hogy mondjam, jogköre, meg a szavának azért van ereje, de hogy azért ezek a kis csatározások nyilván ennek is szólnak, hogy megpróbálja a fontosságát előtérbe helyezni, vagy hangsúlyozni, Olott én abban nem vagyok biztos, hogy az EFI elnökének egyébként feltétlen állandóan ott kéne parádézni. Ez Zsantott esetében sem szerettem, Max Mosley esetében sem szerettem. Balestra, nem, biztos. Balestre, igen, nem, nem, Figyelj, én azt gondolom, hogy ennek, ha jól működik, akkor az FIA elnökének egyébben egyszer el kell menni, vagy kétszer díszvendégnek egy, egy, igen, rá, és egyébként, egyébként meg kell enni, amit ott meg kell enni a VIP-be meg le kell amit le kell tárgyalni, nem kell ott parádézni a rajtrácson. Meg ez, nem igazán értem, de jó, ez, ez, ez ilyen szokások, vagy ez a hagyomány, vagy ezt nem tudják. Nem tudja magát nem mutogatni, inkább azt érzem, de aztán lehet, hogy én lennék az FI elnök, én is fontoskodnék ott, hogy lássanak, hogy, hogy, hogy érezzék, hogy ez nekem is súlyom van ott kell, hát mutat a kamera. Ugye, Tehát, a, ez, tegyük, a bocsánat, hozzá mondjad, a... mondjad, a fülbevalót. Tehát, hogy a fülbevaló, való, egy ilyen, úgymond, ilyen bemutatkozó lépése volt. Tehát, hogy itt vagyok én, és akkor van szavam. Az nem erre ment ki? De, de biztos, hogy le akarta szúrni a karót, hogy na, gyerekek, mostantól mindenki fölveszi a köpenyt az iskolába. Kész! Tehát ez, ez ilyen nem. volt. Ez ilyen volt, de hát nyilván a benne van, tehát ez meg olyan, hogy jó, persze, hagyomány szerint ezt nem nagyon bolygatták, de, de végül is, hogyha szó szerint akarják értelmezni, akkor, akkor előre lehet rángatni, és egyébként pontos, tehát meg tudnám védeni mind a két oldalt, és tudom, hogy miért nem lehet egyébként a szabályok szerint, mert, mert egy tűzeset eset egyrészt kiszakíthatja a balaklávát, tehát már mechanikai problémát is jelenthet. Másrészt tűz esetén olyan szinten túlforoshat, hogy egy komoly égési sérülést okozhat, meg, meg, akadályozhatja adott esetben a mentést is. Igen. Tehát, hogy minden szempontból, minden szempontból ellenjavallott, de megértem azt is, hogy ha eddig engedtétek, akkor miért nem lehet, de ugye ez meg, a, ez meg az a védekezés, amikor elkap a rendőr, hogy átmentél a piroson, nem vicceljen, egész évben itt megyek át a piroson, most pont most büntet meg, tehát hogy ettől ez még nem védekezés, tehát hogyha ez benne van, már pedig benne van a szabálykönyvben, akkor számon is lehet kérni, de én is úgy éreztem, hogy ez egy, ez egy eltúzott fontoskodás, mint jó néhány más dolog is persze, ami Néha előfordul, meg előkerül, de hát figyelj, ahol ilyen aparátus dolgozik, és ennyi ember próbálja a saját fontosságát megmutatni, akár rendszeren belül is. Azért ne tekintsetek el annak a jelentőségétől, hogy az FIA-n belül is milyen hatalmi harcok mennek. Azért mm -hmm. mi a milyen hatalmi harcok mennek, hogy ki lesz a következő Stuart generáció, kiből lesz fi f 1 Stuart, ki lesz olyan, ki lesz Clerk of Course, ki lesz, tehát kik lesznek pozícióban, ki kerül, egyre magasabbra. Ezért is belső csatározások mennek könyöklés, szituációba kerül, és, és ott is próbálsz valamit lesz, próbálsz valamit megmutatni, próbáld a saját tökösségedet, rátermettségedet, szakmai tap, tudásodat megvillantani, megmutatni, vagy hogy te milyen könyörtelen, milyen jó lennél, milyen keménykező lennél. Ezek mind benne vannak sokszor ezekben a vagy a furcsa döntésekben, ezek emberi dolgok, ezek hát emberi döntések, és itt ez, ez, soha nem, ez nem egy gép dönti el. Egyébként már sokszor eszembe jutott, szerintem nektek is mondtam múltkor, amikor beszélgettünk, hogy milyen jó lenne, ha egy számítógépes algoritmus döntene például büntetésekről verseny közben, és nem az emberi tényező befolyásoló dolgokat, de hát nem. persze ez illúzió, meg e, e, aki egy ilyen programot meg tudna írni, az bármi le tudna programot írni, de tök jó de. lenne, hogy le tudná képezni. Ez itt, tehát, és fizikai modellezés alapul véve, hogyha ennyi e méterre voltál, innen kezdted az egészet, akkor mikor innen kezdett, te vagy védve, ha már onnan, akkor a másik, és akkor eldönti matematikai alapon, persze ez rohadt nehéz. Meg biztos, hogy meg, meg lehetne csinálni, de ahogy elnézem, még a határokkal is elég sokszor problémáink vannak, pedig ugye gondolom te is, meg én is eléggé ilyen szempontból régi sulis emberek vagyunk. Kettő kerék. Ez, Legalábbis engem még így neveltek kettő kerékkel elhagyhatod a pályát. Hárommal már ne. Még van tíz percem, de adjatok egy fél perc technikai szünetet, mert valamit kikeszednem a kamrából, addig addig Jó, ti persze, hát. Persze, jó, nyugodtan. Nyugodtan. jó, jó, rendben. Hát. És na, Néz, szóval a, a pályahatárokon nagyon azt se, azt se segít, hogy azért kettő darab versenyigazgató van. Igen. Persze, tudom, csak ezt Bireg Gabinak akartam behajítani, hogy mi, mert, mert, ugye mi már rengetegszer hát, kitárgyaltuk, és egyébként én azt gondolom, hogy te meg én ilyen szempontból nyugvó ponton is vagyunk egymással. Csak én vagyok a radikális, vagy, vagy, a konzervatív, nem szóval. Én, én, szóval. csak most azért kontextus. Hát nagyon megengedő vagy. Te nagyon megengedő vagy, Józsi. Mi vagyunk a nagyon konzervatívak a Lacival a pályahatárügyben? ügyben? Hát én igazából azért vagyok úgymond konzervatív, mert a fehér vonalnál egyértelmű indikátor nincsen. És én nem akarom azt olvasgatni, minden futam után 685 kommenten keresztül, hogy ő lecsapta, vagy nem csapta le. 28 rátment a pályán, first egyszer ment át, és megbüntették. Ezt nem akarom hallgatni, és jelenleg azt látom, hogy a Wittig kontra Freitas megbeszéléseken sem egyértelmű. Ott is ez megy egyébként, amit az előbb mondtam, hogy tudod, új mindenki más hozzáállása, mindenki más szemlélettel, intéz dolgokat. Vitik, hát nem ismerem, Frejt, az volt versenyigazgató nekem is korábban, és, és, ő például olyan, mint egy ilyen komortanár. Egyébként nem rossz arc valószínűleg, mert, mert, mert amit úgy levettem, egy valószínűleg egy ilyen, egy ilyen jóviáris bácsi lesz, majd a már tényleg nagyon idős lesz, de most még nyomja az ipart. De hogy olyan nagyon szigorúnak, tűnt, és olyan szigorúan is adott elő mindent, és tehát nem éreztem benne azt a versenyző párti megközelítés miközben valószínűleg egyébként semmi rosszat nem akart, ilyen a stílusa. És ő nagyon szárazon nyomta le első mogorván, igen, a mogorva a legjobb szóra, miközben egyébként meg, megnézve a döntéseiket, Vitik mégis kemény kezűnek tűnik nekem. Tehát, hogy megint csak az, uh -huh. hogy milyen az ember maga, milyen a megközelítés egyébként, és aztán milyen az értelmezése és a használata az adott szabályrendszernek, ez nagyon furcsa. És egyébként náluk is éreztem azt, hogy le akarják szúrni a karót, hogy meg akarják mutatni. Na, nálunk akkor itt a gyerekek, és ez van, és ez van. És egyébként ez azért nehéz, mert ha te megérkezel egy, egy mezőnybe, megérkezel tök újként, és ez igaz Benszulajemre is, ahogy az előbb mondtam, és egyébként igaz a versenyigazgatókra, lehet, hogy te ítélkezel fölöttük, lehet, hogy te irányítod őket, de amikor ott van egy összeszokott gárda, akár a versenyzők, akár a csapatvezetők, akár a portigazgatók szempontjából, akik kommunikálnak közvetlenül mondjuk a, a versenyirányítással, az egy régi összeszokott dörzsölt gárda ott te leszel az új ember. És amikor elkezded döngetni a melled, és megmondani, hogy már pedig így lesz, akkor ott azért össze fognak nevetni, hogy na, azért lesz szórakozunk, Már még akkor is, hogyha egyébként tényleg te fogod megmondani, de muszáj egy pár beszédben csinálnod, mert teljesen el fogod szigetelni magad. És azt gondolom, az elején ez játszódott le, hogy vitik is Fred, az kevésbé, de vitik mindenképp, abban nem látok teljesen a színfalak mögé. Megpróbáltak belépni, hogy na, akkor megmutassuk, hogy mi milyen kemény csávok vagyunk, de hát a mezőny azért összezár, hogy a versenyzők is összezárnak, ha megnézzétek a nyilatkozatokat, meg a csapatfőnökök is, ilyenkor hirtelen jóba lesznek. Tehát amikor a saját érdekeik ellen mennek, akkor mindenki ugyanazt a követ fúja. Úgyhogy e ez zajlik most. De hát ez szerintem normális egy ilyen, ilyen változásnál. Igen, meg Freitas egyébként sokat ö, enyhült azzal, hogy Le 24-eken fősztyúárd nem tudom már hány éve, Laci? Ugye hát, yeah, Grand Marshal nem, csak versenyigazgató. Oh, bocs. 12 óta, amióta van vec. Na, akkor 10 éve, bocsánat, akkor még nem 20. Tehát ő neki, ő neki azt szerintem határozottan jót tett így évről évre, mert ugye, ugye az igen... érdekes, hogy a Freitas ugye inkább privát csapatokkal dolgozik, persze a Römanban ott vannak persze a nagygyáriak is, de hogy uh -huh. alapesetben azért nagyon sok privát, tehát ilyen vegyes környezetben dolgozik, sok-sok profi versenyző, sok amatőr, sok proem, tehát a nagyon vegyes gárdát kell terelgetnie. Miközben Vitik meg ugye a DTM-ből jön, ahol csak profik vannak, vagy voltak, csak, csak gyári csapatok, óriási gyári nyomulás a háttérben, mindenki érdeket érvényesít, és ugye ez egy teljesen más, egy katonásabb rendszerből jön Viti, Freitas meg egy ilyen szabadabb, kicsit ilyen franciásabb egyébként, mint van. tehát olyan kicsit mindent tudnod kell főzni, apukám, is, akkor gyere valamilyen, oldjunk meg belőle. De valószínűleg egyébként az a hozzáállásukat is befolyásolja, de hát a form egy meg más. Nem DTM, és nem, nem és más, mások a versenyzők, és itt sokkal komolyabb, sokkal inkább. Egyébként tudjátok, milyen nagyon furcsa, és egyébként ez befolyásolja a döntést is, hogy, hogy itt akkora rivada fényben vagy, amit nem tudsz elvonatkoztatni versenyigazgatóként sem. Ja, persze. Et, és ettől Charlie Whiting el tudott, mert annyi ideje üzte az ipart, hogy nem érdekelte, leperget róla. Ettől más sem nem tudott elvonatkoztatni. A testbeszédéből megmondtam nek, komolyan, tehát, hogy a, mázin, őleg a végén már nagyon látszódott rajta, de az elején is, tehát, hogy érződött Mázin, hogy mély vízbe dobták, aztán ott van, és utána elkezdte nagyon élvezni, hogy azért őt is sokat fotózzák, ott a kamera nagyon peckesen ott kiállt, néha csak olyan helyekre, hogy lát, látványosan beszélgessen valakivel most egyébként ehhez képest el vannak bújva vitik, meg Freitas, alig látod őket egy verseny hétvégén, tehát Mázi az, az, ott volt, tehát neki a, pre, a, a csúnya, csúnya magyar szóval a prezensze, tehát a jelenléte az, az Igen. érezhető volt, ami Charlie Whitingnál is meg volt, csak Whitingnál mert benne volt még 40 év előtte. Tehát, hogy nem tudsz éveket, ez, ez saját példámból is mondhatom, vagy bárkiből, tehát egy, amikor az első évemet töltöttem a közvetítésbe, nyilván most is valaki nem szeret, meg ugyanúgy kapom a savat, meg ezért cink nem érdekel most sem, akkor sem érdekelt annyira, most meg már végképp lepereg. De, hogy, de mindenkinek szíve joga. De hogy a, akkor hát teljesen egyértelműen meg kell dolgoznod az egyet, elfogadjanak. Tehát, hogy, hogy tudják, ki ez a csávó, és ugyanez megvan, ugyanez a történet megvan ott is. Hiába tudják, hogy a DTMS versenyigazgató volt, vagy Lemani. Nem tehát előbb, előbb, látni akarod, hogy jó, oké, okay, és akkor mit tud itt? Nézzük meg. És ne úgy kezdjen már, hogy berúgja az ajtót. Tehát, hogy eze, ezek, a, ezek a rendszerek, amiknek ki kell épülni, és aztán utána, ha elsimul, akkor működik, és az igaz, gondolom, az új FI elnökre és igaz a versenyigazgatókra, és ez ugyanúgy működik, mint egy új versenyző, amikor megérkezik egy csapatba. Igen, nem rúghatod be az ajtót, mert Sebastian Fetter rúgja rád az ajtót akkor, ugye? Igen, tiborult. és egyébként figyeljetek, egyébként szerintem ez egy jó dolog, jó, hogy szóba osztad, mert szerintem a koreánokoknak és a rangidős versenyzőknek mindig minden sportágban megvan a szava, és ez jogos. Tehát Igen. nehogy már egy alonzo egy hamilton meg egy Fetter-lel kezdjünk kekeckedni könyörgöm. Tehát most, hogyha a Cunoda, meg a Joe egy vált veregetve izének, itt savaznák a versenyirányítást, akkor azt mondom, hogy jó, hát nem essük ki őket. De hát azért, amikor a, a rangidősek mondják, hogy a gyerekek nem ezzel kéne foglalkozni feltétlen, meg ez, akkor, fi, akkor, picit erre jobban oda kéne szerintem figyelni, vagy, vagy ez tényleg úgy kéne. Ez, ez, minden sportágban megvan. Tehát nem kéne úgy tekinteni, hogy jó, te egy kis fizet, úfizetet versenyző, vagy majd mi jobban tudjuk. Egyébként ez tipikus, jó, van az FIA-nak azért erre, múltja, vagy ilyen típusú hozzáállást. Én is éreztem már sokszor, hogy a fönnülünk ott az elefántcsontoronyban, és akkor mi minden sokkal jobban tudunk, még akkor is, ha soha az életünkben nem versenyeztünk, vagy maximum ilyen old time kupákon, és, és egyébként jobban tudjuk, hogy a versenyző mit akart abban a szituációban elkövetni, vagy miért tette be oda az órát, tehát az, ezek nehéz dolgok. Nyilván ezért került be egy versenyző is a, a Stuart keretbe a, a állandóra. Vagy legalább valaki, aki, aki valós forma 1-es tapasztalattal, versenytapasztalattal is rendelkezik, magas világbajnoki szinten, az is el tudja mondani a szavát. De hogy van egy ilyen. Tehát ez mindig, ha valakinek a kezébe hatalmat adsz, akkor előbb-utóbb ez is, ezek is emberi tulajdonságok, ki milyen típusú ember, és akkor az úgy csapódik. Hogy na majd én akkor megmutatom. Na majd én megmondom. És nem akarok neveket mondani, de például van olyan ma is aktív FIA versenyigazgató, akit csak a nevét kiejtett túrautós körökben mindenki, mindenki, mint a a vörös posztot, tehát hogy menekül, de a csaj jó, de vele adjuk őt, őt ne. Tehát, hogy mert van, akinek már megvan a renoméja, vagy mert olyan, hogy nem nem, 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 kedveli igazán a versenyzőket, vagy nem mm. versenyző barát hozzáállással. Ő volt a boarding-en, amikor az időmérőn kizárták én nem mond, a filmzélyt. Én nem mondok ne, én nem mondok neveket. Nem neveket. Lehet, lehet, nem tudom. Jó, Sem megerősíteni, sem cáfolni. Oké, értettük. Hát figyelj, én, 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 vállalom, hogy nekem, nekem Ballestra FIA elnöksége volt olyan, amitől a falra másztam, pedig, pedig, mikor, mikor, ő nem is az FIA-t, hanem a Fiszát vezette, Ezt illetve mind a, mondani, kettőt, mind a mert kettőt, mert kettőt olyan, elnökölte. Olyan kicsi voltál, hogy még akkor nem is volt FIA. Hát, eh, bol, volt, csak ugye ő a Fiszát meg a az fia is. Volt, így van. Fiszát is, és az FIA-t is mind a kettőt ő elnökölte 89-ben. Is. Ja, de hát akkor én, mikor, már, én már, hol, csak... vagy te a 80 és meg elejétől? Hát te hát már csak te... a végjátékot érted meg. <gül> <gül> hát én, én, azt is már csak archív felvételekről, Gábor, mert 90-ben születtem. De, de... De, amikor én azokat úgy megnéztem, meg tudod, a, a, az elhíresült the best decision is my decision, hát ott az azért jó. nekem is forta vérem, hogy azért, azért, jó. azért ne. Tehát, hogy Jó, van. voltak ilyen nagy mondásai Enzo Ferrarinak meg Ayrton Szennának is. Tehát ezt ne, ne csak. ne. tudom, ne csak, csak ezt, sem meg ezt, adjuk. Persze, tehát ezt, ezt egyébként mi az adásokban vállaljuk is. Tehát, hogy ezt mi nagyon sokszor el is mondtuk, hogy. Például Enzo Ferrari is olyan volt, hogy tudott olyanokat mondani, hogy falnak szaladnánk ma. Szenna is, ha ma azt mondaná, hogy beült, kiszálltam az autóból, megnéztem, hol el, visszaszálltam és megfutottam a tökéletes kört, szar a Facebookon, tehát ez, ez tuti. És, és nem is én vezettem az autót, hanem Isten volt, és kívülről láttam, tehát é, vannak igen, ilyen tehát, tehát igen, az, az ilyeneket ma már nem, nem, de mondom, tehát hogy ezek... A, csak arra hoztam föl példának, hogy ugye, amikor a, a, az FIA, meg a, hát az akkor FISA ugye nagyon nagyon tekintélyelven próbált meg működni. Igazad van, meg én is úgy gondolom, hogy úgy a jó, hogyha van egy, van egy egészséges párbeszéd, viszont ez így tök jól rákanyarít engem arra, hogy én például ugye tavaly, hát ugye tavaly rengeteg olyan botrány volt, amit elő akarok hozni, mert, mert fáj sokaknak. Valami miatt, teljesen mindegy. Ott egy kicsit úgy éreztem, hogy fordítva ülünk a lovon, és már túl sok beleszólása van a csapatoknak az ítélkezésbe adott esetben, amit én személy szerint nem tartok egyébként egészségesnek, és nem tudom, hogy te ö, mit gondolsz, egy bizonyos ja, mennyiségű információt... Száudarábiára gondolsz? Például Szaudarábiára gondolok, igen, például a kokáért, vagy Brazíliára, tehát, hogy van, hogyha, hogyha információra van szükségem, akkor én azt gondolom, hogy ítélkezésnél bekérem. De az, hogy, az, hogy felém ö, megy a beszéd, hogy... Azt ne, azt ne, azt úgy, azt ne, így, azt, azt ne csináljuk. Hát, Tehát, így, hogy... De ez ez is, ez is egy bevett szokás. Azt még Charlie Whiting alatt alakult ez így ki, és ott is olyan rangidősök fölszólaltak a Whiting-nak, és sok a sportközgatók, és akkor kialakult egy ilyen párbeszéd, egy ilyen, egy ilyen kötetlen, amiket, amiket a Whiting jól tudott kezelni, a Mázi nem. Nyilván azért, mert ő, ő zöldfülű volt, vagy vagy kevésbé kezdő volt, volt a, még, igen. A súlya ehhez, de azért kezelte ő ezt, ugye itt egyébként csak annyi történt, hogy elkezdték adásba bejátszani azokat, amit, amit eddig nem játszottak be adásba, hogy az fia Azt is akkor, hogy ez valószínűleg de ez, ez, ez már korábban, is, megvolt, meg volt, csak egyszerűen nem hallottuk. Tehát ez, ez pont olyan, mint hogy nem adnának rádió, Kat egy ilyen talán csapat rádiókat, akkor semmilyen versenyzőt nem hallgatnánk. És erre szoktam példának mondani, hogy hát ha egyszer meghallgathatnánk Mi Mihály Schumer, Ayrton Senna, Nigel Mansell, Jim Clark, mindenki az összesét összegyűjt, hogy mit mormogott magába a sisak alatt, akkor azért megváltoznának ezek a összképek, hogy nem már, a fánzsó is itt anyázott a kocsiba magába. Mimánom, az, ember. Tehát, hogy Persze, tehát hogy mi történik a futam hevében, adrenalin túlfűtve a füleden, és azt csorog ki, és mit ejtesz ki a szádon, az nem így lenne egyébként minden olyan izét bejátszani. De nyilván a show, meg a televíziós műsor, meg ezzel is több, és az emberből többet kapsz a valós reakcióból, csak ezt tudni kell ezen a szinten kezelni, és általában a szurkok nagy része nem tudja, nem akarja, főleg ha az, a, a, a nem a kedvence a az, meg, akkor meg... Igen, igen, igen. Békép, így. rápattan a sztorira... Szerintem legalábbis én egyénileg ezt a részét úgy gondolom, hogy mindig helyén tudtam kezelni, meg mindig jeleztem is, hogy futam, futam hevébe, tényleg aztán mondasz olyan dolgokat, amiket jobb lenne, hogyha nem is hallana senki, de én inkább arra gondolok, hogy, hogy az ilyen szintű lobbizás a stewarding felé, az nekem már akkor is visszás volt, amikor egyébként is tudtuk, hogy ö, megtörténik, de... De ez nekem tavaly vált olyanná, hogy ezt már ne csináljuk. Tessék de szépen különre. Külön be hát betiltották, illetve van egy kommunikációs csatorna, vannak olyanok akikkel lehet beszélni, de a versenyigazgatót nem éred a verseny közben, vannak viszont rá emberek, akiket elérsz. És ők aztán továbbadják, hogyha jogos, vagy hát meg, meg hány Igen, ezt, megvetik. Ezt én szerint én legalábbis a magam részéről egészségesebbnek tartom, nem. Én senkinek nem kívánom azt a helyzetet egyébként, amit tavaly Mázinak át kellett élnie, de de ugye ez, tehát hogy egyszerűbb a dolgot szerintem, hogyha egy kicsit az az ennyire kompetitív, ennyire politikával és gazdaság érdekekkel átítatott környezetben te annyira objektív döntést tudsz hozni, amennyire csak, csak lehetséges és nem kapsz olyan impulzusokat, amik még adott esetben, akár mi is ö, történik, ez ugye nehéz. emberek vagyunk, yeah, bepolyásolt. Tudom, hát Ezért mert, próbálunk segíteni. Én is nem? úgy próbálok közvetíteni, hogy egyszerűen nem is veszek figyelembe se, senkinek is semminek a véleményét, mert ha arra figyelnék, hogy ki mit ír rám, akkor egyszerűen nem tudnék megszólalni sem. Ugyanis hirtelen 20 vers, 10 csapat 20 versenyző drukkereinek kellene megfelelni, tehát azt nem tudsz. Magyarul akkor inkább nem mondasz semmit. De hát akkor meg igazából mit mondasz? Mert mindenki hát... látja, látja a képernyőt, akkor meg miről beszélsz, hát azt hiszem, most hiába mondom, hogy mi történt, hát te is látod. Nekem azt kell elmondanom, hogy miért történik, hogy mi a mögöttes tartalom, mitől van ez a helyzet, ami most kialakult, mit miért csinálnak, mit miért látunk nem azt kell elmondanom, hogy most a piros autó megelőzte a kéket, a hülye is Elször. látja, ez a 70-es évek közvetítési stílusa, aki ezt kéri számom rajtam, az megragadta a 70-es években, vagy legalábbis nem tart lépést a televíziózás változásával, meg a sportközvetítések változásával. Nézzem meg valaki egy amerikai közvetítést, eh, akik azért pontosan tudják elég jól, hogy hogy kell sportot közvetíteni. Hát elég vicces lenne, hogyha csak arról beszélnek, hogy XYZ-nek passzolta a labdát, vagy a kék autó megelőzte a pirosat. Tehát ahhoz nem kellek én, ahhoz nem kell senki. Az generálsz. Ma ahhoz jobbot na ahhoz már meg tudnál írni egy programot, hogy elmondja, hogy piros, autó, megelőzte a kéket, és akkor innentük kezdve végre... Más majd nem neked kell, ilyet küldeni. Nem kell kommentátor után. sem hozzá. Úgyhogy igazából itt nem is kommentátornak kellene, azt gondolom ilyen típusú sportágokban, de ma már ociban sem szerintem, meg sem. Tehát mindig változik, ahogy változnak az érák, úgy változnak a sport változik a sportközvetítések stílusa is. Ma már szerintem egy kommentátornak részben szakértőnek is kell lennie, nem feltétlenül azon a szinten, ahol én, mert ugye én mindkét térféle játszottam, és, be, és láttam sok oldalát, és ez az én szerencsém, de de azért mélységében el kell tudnod menni, tehát nem, nem elég már, és mondhatnék régi klasszikus kommentátor neveket, nem mondok, hogy azon a szinten elvidd, ami akkor simán jó volt, nem volt internet, nem volt plusz infód, annyit kaptál meg, amit ő megszerzett a pálya mellett a fölírt nevekkel a füzetből, vagy csak egyszerűen, ami bejött róla anyag, vagy egyszerűen, ami tudott fejből, és azt tette hozzá. És az elég volt, és az elment. Ma már ezzel megbuknál az első percben, nem mennél vele semmire. És, és az a sem az... mennél semmire. Bocs... Nem... Mondd, mondd nyugodtan. Tehát azt érzed, hogy ha például egy helyzetről, akármelyik vitás helyzetről lövesszük, valami konstruktívan összeállított magyarázatot próbálsz adni közvetítésben, akkor az a közösségi médiában visszajön. Yeah. Ja, Figyelj, azt gondolom, hogy az, az emberek nagy része érti, amit mondok, és, 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 el, és ér, érti, érzi, elismeri. Még akkor is nem mindig ért velem egyet, de aki nem érintett két versenyző ütközésénél mondjuk vagy egy oda-vissza valamilyen ö, akciónál, az, az látja, hogy én középről nézem. Az érintetek sose látják. Tehát mindig, mindig az szeret, akinek éppen szerinte igazat adtam, de nem azért adtam igazat, mert én azt, azt a versenyzőt szeretem, de ő meg úgy veszi le. Tehát, egy hányszor megkaptam már Ferrari drukkerektől, hogy én Ferrari ellenes vagyok, aztán meg megkaptam Mercedes drukkerektől, hogy én Ferrari őrült vagyok, ez aztán meg Red vagyok, vagyok. figyelj, nem vagyok semmilyen. Én, én a Forma egyet szeretem, önmagáért. Minden, versen minden versenyzőt szeretek, mert gyerekkorom óta imádom az autósportot. És egyébként nem csak a Forma egyet szeretem, de ezzel foglalkozom, ezt közvetítem. Ez sok sok órát elvesz a mindennapjaimból, mert ez a hobbim is, ezzel akkor is foglalkoznék, hogyha csak hétvégén megnézném a közvetítéseket, és semmi közöm nem lenne hozzájuk. És, és pont ugyanúgy az értékítéletem ez semmit nem változott. Pont ugyanazt mondom, amit gondolok, amit látok, és nincs mögötte semmi. Tudom, hogy ezt most ugyanúgy le fogják írni néhányan itt nálatok, meg aki meghallgatja majd ezt később, hogy persze félrebeszélek, meg ezt kell mondanom, és úgyis ennek, meg annak drukkolok. Pont leszarom, és ezt most, ilyen, most azért merem így mondani, mert nem, nem élőadásban vagyunk tévén, hogy, hogy ki hol végez. Nem érdekel. Ha a következő futamot Mik Schumer megnyeri, akkor örömtáncot fogok lejteni, hogy a semmiből hozott egy olyan eredményt, amit már régóta várunk. És régóta várnak a drukkerei, és én mindig csak Schumer ellenes vagyok. Nem. De amíg nem nyújt a olyan teljesítményt, addig azért nem fogom megdicsérni, mert az édesapja az egyik legnagyobb versenyző volt valaha. Tehát, hogy tök mindegy, hogy tör. És ez igaz, Fersztappen a hülyeséget csinál fog mondani, hogy marasság volt, meg hogy túlpörögte. Ha, igaz, Hamilton eh, szokásos eh, agymenéseire a rádióban, amikor teljes pánikroham kapja el, és az egész csapatot gyakorlatilag elküldi a rákba a saját nyelvezetén, és kikerül a saját normák komfortzónájából, és szinte levegőt alig kap, úgy, 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 rádiózik, hát hányért tudnátok idézni, amikor, amikor elvész szinte, a, megszűnik a, a józan eszemert, mert a gyerekek, ez nem lesz jó, ez nem lesz jó, miközben egy Egyébként a világ legjobb csapata és a legjobb stratégiája, tehát most vagy ez, vagy az. Tehát de, 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 de nem lehet mindig jól dönteni, és azokat nem dolgozza jól föl. De ettől még egy zseni, tehát ettől még amit tud, amit vezetésileg tud, és amit a nagy versenyén hozzárak, az elképesztő És akkor végigmehetnénk az egész mezőnyön, nem akarok ennyi időt ezzel elrabolni. Mindenkinek látom a gyengéit, mindenkinek látom az erősségeit, látom a különbségeket is. És azért, mert kimondom a, a, valóságot, attól én nem vagyok valakinek a szurkolója. Hát most nem tudod nem azt mondani, hogy Verstappen egy olyan flóba van, amiben ritkán van versenyző. Ez, ez, ez a sumári szennai magasság. Ez, 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 nem tud, nem, aki azt mondja, hogy nem, az hazudik magának. Tehát aki emiatt azt mondja, hogy én Verstappen drukker vagyok, az nem érti az egész sportágat, és annak ne, nem is akarok megfelelni. Ha már social media nem tartunk egyébként, akkor nagyon sokszor láthatjuk, hogy a kommentelőkkel érdekes párbeszédek tudnak kialakulni. Mik azok a tipikus téfitek, amik nagyon gyakoriak a magyar komment közösségben, vagyis akiket, akik követnek téged, mert ugye néhányan már meg vannak fosztva attól a lehetőségtől bizonyos okok miatt. Na, már hogy milyen okok miatt? Hát gondolok erre a... Például a... most nem akarok nevé nevezni senkit, nem de... Is vannak, tudi, én nem is tudom, de a igen, Van néhány letiltott felhasználó Facebookon, aki ö, már túllépte azokat a limiteket, amiket te felállítottál. Ja, alatt, hogy lültött, által igen, lültött igen, lültött emberek. Hát igen, szerintem, igen. figyelj, 2010 óta van Facebookom, a, a, a sportolói oldalam, ami a kommentátori oldalam is egyben, tehát a profi oldalam, hívjuk így, ahol ugye van közel 60 ezer ember, és szerintem a 12 év alatt, de össze fogom számolni nektek majd egyszer maximum 100 embert letilthattam. Tehát azért szerintem ez 12 év alatt ez nem mennyiség. Mert hogy mindenki azt gondolja, hogy én nem tűröm a kritikát, hogy nem, csak mindenki azt gondolja, hogy bármit be, beve, az kritika, az hülyeség. Tehát a, a, a jogtalan kritika az nem kritika, az egy átgondolatlan marhasság. Tehát ha mindenkinek a, a beír dolgait figyelembe kéne vennem, és azt megfontolva közvetítenem, akkor megint csak nem lehetne közvetíteni tényleg figyelembe veszem. Egyébként azért nem is tiltom le idézőjelbe a túlpörgőket, csak egy idő után, amikor már olyan szavakat van, Eleve bizonyos szavak már tiltva vannak, tehát bizonyos szavakkal nem tudsz kommentelni, mert, nem jelenik meg. Tehát van egy ilyen 30-es szókincs, amit be van állítva, és akkor arra már be van szűrve eleve. De hogy aztán akit meg kirakok, azok a kötözködők, azok a kóstolgatók, akik személyeskedésben mennek át, vagy egymással, szemben, vagy velem szemben. Tehát amikor nem bírja, tehát amikor, mit tudom, most azt mondom neked, hogy Szabi, te egyáltalán nem bírod a kritikát, elképesztő, hogy eljövök ide hozzátok beszélgetni, és egyszerűen érzem rajtad, hogy bármit mondok, te folyamatosan ki akarod forgatni. És most ha azt hogy te sose csinált ját, hát látod, mondtam, hogy nem bírod a kritikát. Tehát, hogy amikor, és ezt, ezt, ezt ott lejátszottam ezt a meccset. Ugye le, leírt valaki óriási hülyeséget, mert akkor értem hogy nincs igaza, akkor megírta, hogy látod, tessék, itt a példa arra, hogy te egyáltalán nem bírod a kritikát, hiszen most sem ismered el. Hát akkor most ez mit jelent? Hogy mindenkinek azt kellene mondanom, hogy hát igazad van, neked is igazad van, persze, igen, neki drukkolok, neki is drukkolok. Egyébként a kedvencem, amikor egymásnak keresztem őket, tehát amikor egymással kerülnek vitába azon, hogy én kinek is drukkolok. És akkor volt már ilyen, ilyen hárompólusú vita, hogy egymást hárman ö, oltogatták, hogy mindegyik hülye, mert nem is, nem is igaz, mert nem annak dukolok, a másiknak dukolok. Ezt szeretem a legjobban, amikor hátra tudok dőlni, akkor nem belem Popcorn. <gül> Ez, ez <gül> mindenhol így van nálunk, és már mi voltunk már Totó effektek, Ferrari, Ferrari mindenfélék igen, voltunk. És hogy ez de mindenhol így van, aki valamilyen véleményt formál, ami próbál... Tehát próbál minden között lenni, egyik irányba sem elmozdulni, abból találgatás lesz. De a, a konstruktív érvelést, aki, aki támadja, annak, annak, tényleg bármit mondasz, annak a szar se lesz elég büdös. Ne, nem tudsz vele mit kezdeni. Kapod egyéb... a szövegem, Laci! Ez az! Ez az! Figyelj, egyébként én szeretek vitázni, tehát én azért is megyek bele, sokan mondják, hogy miért, miért megyek egy egyetem bele dolgokba, miért oltok le embereket, miért válaszolok olyan szinten. Egyrészt azt gondolom, hogy próbálok úgy élel válaszolni, hogy legyen benne némi humor, vagy olyan irónia, hogy érezhető legyen, hogy, hogy ez hülyeség volt, de senkit nem küldtem el még az anyjába. Nem is fogok, mert nem férne bele a képbe. De, de alapvetően én szeretem a vitát. Tehát, hogy azért, én azért válaszolok, azért megyek bele sokszor az oldalamon ilyen dolgokba, mert, mert én ezt élvezem. Nem azért, mert én fel. Tehát sokszor írják, hogy én elvesztettem, az, elvesztettem a kontrollt, és elszáll, és érezhető, hogy elszállt az agyam, de hogy szállt el az agyam, dehogy is. De te, ezt aki közelről ismer, azt tudja, tehát ezen a milyen Norbi szokott jókat röhögni, néha egy-egy néha kommentet beolvas, és annyira ő tudja, hogy hogy, hogy milyen vagyok, vagy terem, amikor elvesztem a kontrollt, az milyen, a közelébe nem kerülök elkezd megmozgatni bennem valamit, amitől reagálok. Nyilván másnál már ez a teteje, de nekem ennél a skálám sokkal szélesebb. Tehát, hogy én nélkül még halálnyugodt vagyok, persze, azért válaszolok, mert, valamilyen szinten elért. Én próbálom utána kisarkítva nyilván elviccelve, vagy, vagy kifigurázva megválaszolni, hogy jöjjön rá az ember, hogy milyen hülyeséget írt. Aztán nyilván vannak, akik nem veszik alapot, nem értik, vagy persze vérik sértődnek, mondván, hogy én ezt nem tehetem meg közszereplőként. De hát itt velem, figyelj, itt magánemberként beszélsz velem, nem közszereplőként. Ezt nem a tévében mondtam neked. Tehát itt, itt amilyen, a, uh, amilyen, az agyon Isten, olyan lesz a fogadjisten, Tehát a, a persze nekem, vagy ne csodálkozz, hogy én kb. abban a stílusban, csak kicsit finomabban, vagy szofisztikáltabban vissza fogok neked szólni. Ez, ez, szerintem ez normális történet kéne hogy legyen, és ezzel nem is kéne kiakadni. Nyilván, aki ezt rosszul kezeli, azt előbb-utóbb tiltom. Nem azért, mert nem bírok vitázni, hanem azért, mert partalan vitában nem kezdek és ilyenkor van olyan, hogy fogod a fejedet, hogy már megint egy Bono My Tires uh, rádióüzenet van, és akkor tudod, hogy na, akkor, <laughs> akkor majd tudom, hogy az végig megy ez Facebookon a Facebookon majd, majd lehet olvasgatni. Azt tudom, hogy ez a verseny végig megy, igen, az általában így szokott lenni. Figyelj, én szerintem Hamilton ezt tudatosan, vagy inkább tudat és ez simán nem is akarom ráhúzni a vizes lepedőt, hogy ezt szándékosan használja, de ez úgy, úgy van, lehet hogy... szándékos. Ha, ha a 20 emberből megnevezünk valakit, főleg Magyarországon, akkor Hamiltonnak van a, a legnagyobb ellenszurkoló leg, el, bázisa. Tehát azért te is gondolom a legtöbb kritikát, főleg amióta ö, 12 óta ugye a, az m is van ö, Facebook oldala. Előtt azért, az RTL-en is megkaptam, tehát nehogy azt itt hogy nem. Jó, csak a Facebookon, tehát közösségi médián, mert azért valószínűleg a kampónában nem sétáltak be az emberek, hogy na akkor ide féltek, ez a Hamilton, ez egy köcsög gyerek. Ja, hát figyelj, van, egyébként el, élőben mindenki sokkal kenyerekenhetőbb. Én nagyon érdekes, tehát, hogy valaki múltkor beírta, hogy biztos nem ilyen vagyok való életben, már rég pofán vertek volna. Tehát az a helyzet, hogy való életben valaki így lépne elém, egy ilyen bekezdés, akkor lehet, hogy én verném pofán, most mondom, nyilván kisarkítva. Tehát, hogy a történet azért nem játszódik le egy való életben, mert ott kultúrát beszélgetés megy. Tehát, ha valaki megszólít a pénztárnál, mondjuk a közértbe, vagy valamelyik bevásárlóközpontban, vagy a benzinkúton, napi helyzeteket mondok, tényleg sokan megszólítanak. Ami jól esik az emberek száz most nem hazudok, száz a normális, még akkor is, ha elmondja, hogy egyébként meg nem tudom én így, meg úgy, meg azt gondoltam, de érzem rajta, hogy nem mindenben ért velem egyet, de, de, normálisan oda tud jönni. Be tud mutatkozni, elmondja, hogy egyébként szereti, de és egyébként szerintem miért van az, megvannak a kérdések, és kultúráltak vagyunk, de valamiért ez az arctalanság, ez tök hülyét csinál sok mindenkiből. Tehát engem még senki az elmúlt húsz év alatt meg nem állított úgy, hogy mekkora, mekkora, hülye vagy, mekkora gyökér vagy, mindjárt beverem a képet, stb. Mert szerintem az emberek egész más nyilván élőben, nem ismer mer oda jönni. Másrészt nem vagyok az az árnyékomtól megédő valaki, még akkor is, ha nem nőttem két méter magasra, és szerintem ez lejön. Tehát, hogyha ott állsz a környékemen, a közelemben, akkor, akkor nem azt érzed, hogy egy kis nyuszi mellett állsz, akit na itt mindjárt jól leoltam a weber -t. Szerintem ez is benne van, nyilván fellépés kérdés is. De én sem vagyok egy, teljesen normálisan viszonyulok mindenkihez. Ha valaki kérdez, válaszolok. És egyébként jól is esik, hogy ennyien. Egyébként valami nekem ez egy jó visszajelzés, mert érzem belőle, hogy sokan nézik a forma egyet, érzem, hogy fontos, hogy foglalkoznak vele, hogy tudni akarnak róla, hogy rákérdeznek. És egyébként ez motivál, ezért csinálom az oldalt, ezért csinálok mindent, amit csinálok, hogy, hogy valamilyen szinten nem nagyképűen értve alatta, hogy edukáljak. Tehát, hogy, hogy átadjak olyan dolgokat, amit ti is átadtok, meg olyanok, akik komolyan mélyen foglalkoznak vele, át tudnak adni, mert hogy benne vannak jobban, mélyebben látják, és, és, vannak gondolataik róla, amin lehet, hogy nincs időd rá, lehet, hogy te is értenéd. Csak nem akarsz vele ennyit foglalkozni, meg a munkád miatt nincs is rá idő. De ha leülsz, a hétvégén megnézni, meghallgatsz, akkor megtudsz minden hétvégén valami olyat, és ez az első, egyébként ez az elsődleges veszőparipám, hogy minden hétvégén legyen valami érték, amikor te kikapcsolod a tévét, vagy felállsz a formális között, és akkor azt mondod, hogy basszus, ma is megtudtam valamit, amit nem tudtam. És egyébként ez, ez elsődlegesen miért csinál. Egyébként ez nagyon igaz, mert én annó középiskolás koromban mindig azért keltem föl, akár Japán nagydíjon és az első szabadedzésen hajnali háromkor, vagy Ausztráliába, mert akkor még, tehát rendszeresen mondtál, pont ezek a szabadítások pont arra voltak jók, hogy akkor magyaráztad ezeket a technikai újdonságokat, vagy akár jelenségeket, és abból rengeteget lehetett tanulni, és, és tényleg, hogyha vannak ilyen hát hozzám hasonló ifjú mérnökpalánták, akár fiatalabbak, azoknak nagyon-nagyon jó, hogyha ilyeneket beleszűsz az adásba is. Tényleg a tényközéshez képest, sokkal színesebbé teszi az egész adás, hogyha az ilyen kulisszatitkokat megtudhatja Na, az ennek, ember. ennek örülök. Látod, ez is, ez is, egy jó visszajelzés, mert nagyon sokszor, sokszor lett hát túlzás, sokszor, de már jó néhányszor volt alkalman különböző egyetemeken előadást tartani, akár igen, a vm én, akár győrött, és, és tényleg sok generációt már láttam, akár formális student csapatoknál is, ugye a saját mérnökeink is, Bári Gergő, Bári Dávid is szintén onnan nőttek, vagy még az első formális student csapatoknak a a vezéregyéniségei voltak. És egyébként Gergő a szintém, csak Gergő pont ma reggel beszéltem generális. egyébként, ha csak hogy egy by the way eszembe jut, hogy, egyébként, hogy honnan jönnek az infok, vagy hogy hányféle szűrőn mennek át a dolgaim, hogy például ma reggel Gergővel egy negyed órát beszélgettem egy hát ilyen fizikai, mozgásdinamikai kérdés kapcsán valamit tisztáztam, és Gergőt felszoktam írni, amikor Mi teljesen... egyébként, ha meg lehet kérdezni? Nem, ez maradjon köztük. Egyébként semmi átterhelődésről beszélgettünk, és pont a Redbook kapcsán, Redbook kapcsán túlsúly átterhelődések, egyebek kapcsán kicsit ilyen fizikai mélységekbe mentem, és a Gergővel szoktam meccsekoltatni, mert ugye az a hátrányom hozzátok képes, hogy ti mérnökök vagytok. Vagy annak tanultok, vagy már azok vagytok. Én nagyon sokszor vagyok olyan környezetben, ahol tulajdonképpen körülöttem Mindenki több, többet tud a szó elméleti értelmében, a szó tantermi termé, értelmében a dolgokról, mert ha leülnénk, és három vizsgafeladat elénk raknának bármelyikünk elé, valószínűleg én buknék meg leghamarabb, mert ti, vala, mert ti ott vagytok, tanuljátok, élesbe használjátok, és, és ez a mindennapjaitok része. De nekem az, hittál, de... hogy egy 5-10 éve praktizáló mérnök az egyetemi vizsgafeladatok felét tábuknak. Na, és pont ezt akartam mondani, hogy viszont nekem meg van olyan típusú autodidakta, meg részben a gyakorlati versenyzési tapasztalatomon, és, az, és rengeteg mérnökön keresztül leszűrt dolgaim, illetve a naponta elvégzett, a naponta felkutatott anyagok. Tehát most csak, ugye ezt tényleg nem, ar nem arról akartam beszélni, hogy hogy készülök, de ugye a mai nap, amellett, hogy a bárgérgővel beszéltem egy negyed órát, másfél órán keresztül futóműdrémékei, futomütervezési dolgokat olvastam, másfél, másik másfél órán keresztül pedig gumifizikát. Tehát, hogy és, és semmiért, valami érdekelt, és fűztem tovább a szálakat, és mentem tovább úgy, hogy egyébként a két eddig megjelent könyvemben egyébként, ezekről már hosszan írtam, de még mélyebb területeken, még kisebb részletekbe belementem. É, és nekem sokkal fontos, hogy megértsem. Ja, és nem beszélve arról, hogy még álltam egy szervizbe az autóm alatt még egy órán keresztül, <laughs> és, és bent, bent, voltam, mert a volt fő, fő szerelőmmel szereltetem mai napig az autómat a Monori és még benne a saját autóm alatt is, és még néhány futó kicseréltünk, ott álltam. Persze csak segítettem, de, de akkor is. Tehát, hogy csak, ma csak végig gondolom, ma mennyit foglalkoztam autókkal, meg autóversenyzéssel, az kb. 5 óra. És csak egy szimpla, szimpla kedv van. De amúgy hidd el, hogy az egyetemen főrészt nem ezeket tanítják, és ö, emiatt nem hiszem, hogy egy érdeklődés nélküli egyetemista az többet tudna bármilyen szinten erről. Tehát hogyha nyilván az, hogy a CFD mélységeibe belemenjél, vagy a járvédődéméka mélységeibe belemenjél, ahhoz valamennyire segít az, hogyha érted a differenciálegyenleteket, vagy hasonló, tehát ilyen mélyebb egyetemi tudásod van. Ahol én, viszont... ahol én elvéreznék, igen. Igen, de... viszont a, a, az alapmegértést, az, hogy mi az átterhelődés, még befolyásolják azt, vagy az aerodin, a aerodin, tehát ho, honnan válnak le a vortexek, milyen irányú lesz, ezeket nem tanítják egyetemen ö, nagy részt. És szerintem, ha bemész egy, egy BMS előadásra, akkor a hallgatóközönség 98%-ánál sokkal többet érte szerintem a, az a témáról, amiről épp előadást tartok. Igen, ez annak köszönhető, hogy nyilván, hogy 50 éves vagyok, és, és gyerekkorom volt bújom a és, és elképesztő régen ilyen mélységig keresem hozzá a könyveket, a, a háttérinformációkat, meg, meg, az okos embereket a magam körül. Ez biztos, hogy előny, és ezt látom is, amikor előadást tartok bárhol, akár a BMW-n például, mondjuk aerodinamikáról, én, az, én mindig nevetek azon, hogy én, aki tényleg a legnagyobb lógós voltam, és ezt most tényleg senki ne fogja be a fülét, tehát a fizika órákról imádtam a fizikát, de valamire a tanáraim ezt valahogy ellenérdekelté tettek ebben, és, és, mindent csak később fogtam, mindig később kaptam el mindennek, kaptam rá az ízére. És tipikusan az, olyan, olyan, olyan fizika példákat írok föl, néha magamnak napközben, mint most röhögök, hogy ezt miért, miért nem tizenéves koromban csináltam. Én nem akkor foglalkoztam el, amikor egyébként amúgy is kellett. De mert egyszerűen mert nem érdekelt akkor, és most a, pont a gyakorlati dolgok miatt nyilván az elméleti hátterét is sokszor azért próbálom összefűzni, de hogy igen, ha megérted gyakorlatban, és ezért a gyakorlati példa azért fontos, mert úgy tudom én is szemléletesen elmondani egy közvetítésben, ha megérted gyakorlatban, akkor igazából érted az egészet. Nem fogod tudni megtervezni, de tont, pontosan tudod, mi történik. Az első pillanat az utolsó. És egyébként a, a versenyzésemben is az volt mindig fontos, hogy értsem, hogy mit csinál az autó, és miért változtatok egy beállításon, és az mit fog okozni, és érezzem a visszacsatolást. Hogy az, a, viszonylag jó fenekem volt ilyen szempontból, tehát jól érzem a, 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 mozgásokat magam körül az autóban, és jól visszatudtam tudtam adni egy beállítás változtatást, picit. Tehát most kis túlzással, és nem akarok nagy de szerintem ez, ezt az összes jó versenyző, aki jó meg tudja csinálni. tidet báron belül meg tudok mondani gumonyomás különbséget, ha változtatsz. Kimegyek a pályára, állítunk, 500 at állítasz valamelyik gumonyomáson, és meg fogom tudni neked mondani, hogy hol van nagyjából. Tehát a, ezek érzékek, ez velem született érzék, nyilván ez segítség, de ezt az érzéket arra is használtam, hogy ezt összekössem az elméleti részével. Tehát, hogy tudjam, hogy ez miért történik, tudjam, hogy azt mi okozza, amikor azt megérzem. És akkor innentől kezdve ez már sokkal egyszerűbbé, ez egy kétirányú utcával válik, mert mint akkor megtanulsz egy nyelvet és tudsz rajta nem csak olvasni, hanem beszélni is, fogalmazni, írni, ezt össze kell rakni, és ezek egyébként ezt látom, amikor előadást tartok, és bemegyek mondjuk a nagy előadóba a bm és ott tud 200 ember, vagy 250, és nem hiszem el, hogy én tartom az előadást, aki egyébként elméletben talán a leghülyébb vagyok ez az egészhez, de mégis tudom, hogy a gyakorlati tapasztalatom meg az a meló, amit eddig beleraktam, és amit tudok erről a témáról, az meg olyan mélységű, amit nem tanítanak az egyetemen, és ezért ül ott annyi ember, csillog a szempárokkal, és hallgatnak cson nélkül. És nekem az egy rohadt jó érzés, hogy hogy ez egy ilyen kiegészítő műfaj. Nyilván sose tudnék egyébként egy egyetemi előadást megtartani, mert az meg hülye vagyok, meg nem elég a tudásom, de hogy egy bizonyos szempontból, egy bizonyos szegmensét szeretét meg nagyon-nagyon mélyen tudom, értem is látom. Igen, tehát például amikor oda Monzába a Mário Izolához, az ugye az egy, ez egy komplex, szűrt tudásanyag. És hogyha azt amúgy tovább tudod adni, és 600 ezer ember megnéz egy hétvégi futamot, abból annak a tizedével megértetted, amúgy, amúgy fogjuk. Már konyira. győztünk akkor. Hát egyrészt győztünk, én... meg amúgy az ember az embereket érdekli az ilyen, csak hogyha túlságosan nehéz ugye ö, felfogni, akkor, akkor nem veszi rá általában fáradtságot. Hogyha Igen, össze lehet rakni ugye szépen kompaktba, becsomagolva a rarként és elküldeni, akkor azért könnyedén átmegy. Igen, nehéz. Mindig az jut eszembe egyébként, hogy anyukám is imádja a ő is nézi sokat, meg a lányaim is most rákaptak nagyon. De hogy, hogy, hogy mindenkinek, de gondolj bele, hogy úgy és most nem a, hogy mondjam, nem a saját nehézségeinket akarom, mert egyébként imádom, amit csinálok, és, 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 sose cserélném le semmire. Ebben a műfajban sok minden más is foglalkozom persze, de hogy, hogy mindenkivel tudnod kell megértetni. Tehát ugyanúgy a tizenévessel, mint a, mint a nyugdíjaskorúval, meg a saját korombeliekkel, meg a fiatal 20 30-as években járok, és mindenki más szinten van tudás szempontjából, mindenki más gondol a világról, mindenki más szemmel nézi a Forma és mindenki más a kedvence, mindenki más miatt nézi a Forma Most mindenkivel egyformán megértetni rohadt nehéz. Pont ez a legnehezebb szerintem ebben, és ezt próbálom, ez a kötéltánc, ami szerintem az elmúlt 20 évben, amit kommentátorként eddig eltöltöttem, van, -e, ez csiszolódott ki leginkább, de ez sem lehet tökéletes szintre hozni, mert van, akinek túl sokat pofázok, van, aki még hallgatná a van, aki csak azt akarná, hogy közvetítsek, van, tehát egy értitek, tehát nincs, nincs olyan, aki mindenkinek megfelel, és sose akartam törekedni, arra mindig, hogy, hogy a, a többségnek megfeleljek, és a, és a, nagy többség azt szeresse, és szerintem akkor jó is van. Tehát amikor emlékszem, hogy sikerült, nem tudom belülről, hogy nem látunk rá, de én úgy kiharcolni. Ugye a második szabad ilyen péntek éjjel 3.12-től Dunán le tudjátok adni. Akkor indult be ez a szekér, hogy elkezdtek érdeklődni az emberek ilyen dolgokért. Szerintem ez egy folyamatos történet volt, de alapvetően az erteres korszakban is törekedtünk rá, szerintem ez így menjen, de ott ugye nem mentek szabad edzések, ott csak időmérő ment meg a futam. Aztán utána az m 4 akkor már akkor kicsit többet adtunk már a történetből, de még nem volt péntek először. Aztán, amikor jött az m illetve még nem is M4 az, amikor jött az M4, akkor jött az összes szabad edzés minden És az egy nagyon nehéz műfaj, amikor mindent meg kell tudnod adni. Mindennek megvan a másfajta eltérő ritmusa, máshogy kell felépítened, más egy első szabadezés, más egy második, ami interaktív, ott már lényegesebb körök vannak, ott már nem annyira tesztelnek, ott már hétvégére kezdenek készülni. Más a harmadik szabad edzés, aminek sokszor a legkisebb jelentősége van, de mégis már az időmérő előtt van. Azt már veszek, bekapcsolják szombaton azok, akik az időmérőt várják. Tehát, hogy mindenhol meg kell találnod, hogy hol tudod elsütni azokat az infókat, amik már máshova nem illenek. Máshova nem passzolnának. Ezért nekem is van egy, egy hétvégi terv a fejemben, általában a felét elfelejtem, vagy nem is fér bele, de tudom, hogy mit akarok pénteken, ami már nem jó szombaton. Tudom, hogy mi fér bele még szombaton, ami már nem megy el vasárnap, és tudom azt is, hogy mi az, ami csak vasárnap fér el, mert nincs értelme előbb előnöm. Mert azt nézik a legtöbben, azt hogy szorosan a futamhoz, az egy olyan info, ami pénteken teljesen a fölöslegesen menne el, viszont amit te mondtál az előbb, hogy ezek a pici technikai nyalánságok, azok meg inkább egy szabad edzésen mennek el jól egy pénteki napon, amikor, amikor lehet beszélgetni. Igen, Én és ezeket... arra tudok bíztatni, hogy ezek, ezeket továbbra is folytasd, és akár mennyi a a leg, legmélyebb dolgokba is, mert biztos vagyok benne, hogy nagyon sok embert érdekel. És sok embernek a legfőbb forrása az igazából a, a hétvégi szabadedzések és a, uh -huh. a, futamok. Igen, de, de ez nyilván futam kell, ezt, ezt, is érzitek. Tehát az rtl azért nem lehetett ezt megcsinálni, mert amikor beköszönsz nem egy, egy időmérőre, és utána elköszönsz, meg jön egy futamok akkor azt mikor adod el? Tehát hogy ja. ehhez, ugye, ehhez kell ez a felület, és ez, ez a mi óriási szerencség, amit szerintem kevesen mérnek fel, amikor megy a prüszkörés sokszor, hogyha a pénteken valami fontos esemény van, és az M4 azt adja, és mondjuk emiatt nem adunk egy szabad edzés, vagy csúsztatva adjuk, hogy blá, megint, megint, a ilyen foci, meg a kajakkeru, meg nem. Egyrészt ez egy sportcsatorna, nem formált csatorna. Másrészt azt azért föl kéne fogni, hogy a világ négy olyan ö, csatornáinak egyike vagyunk, ami mindent szabadon ad egy adott versenyt végén. Az összes történést, összeset, szabad edzéseket, mindent. Felvezetővel, magazinnal, levezető magazinnal. Tehát annyi infót kapsz ami rajtunk kívül három másik televíziós csatornánál van így ingyen. Mindenhol máshol ezért brutális pénzt kell fizetni, vagy még pénzért sincs. Tehát, Kik ezek egyébként a, a kívül? Na, hát, nem, hát a Skyon is fizetsz érte. Tehát nem, ja, ingyen, ingyen, ingy, no, de a franciák se adnak mindent ingyen. Ingyen olyan, olyan régiókban ingyen, amit szerintem még életedben nem hallottál róla, ilyen, ilyen közel régió, meg ez a marokkói, algír, nem tudom milyen ott van egy TV egy csatorna, nyomja, de hát annak a nézettsége nem olyan. Tehát, hogy nálunk azért 6-700 ezer ember megnéz egy futamot, az brutális szám egyébként a mai televíziós nézőszámokat és Ez Ez lakosság arányosan. És, bizony. Ö, szóval, hogy, és a fizetősek közül meg persze ott vannak a nagyok, ahol a, a top full csomagra előfizetsz, akkor láthatsz mindent, csak akkor, akkor ké, kérdezem, hogy mennyit érne meg? Tehát egy havi 20-30 ezeret kinek érne meg, vagy 15-öt az, hogy mindent lásson szembe, ingyen mindenért. Tehát, hogy azért ezt mindig vegyük figyelembe, amikor egy erről Persze. gondolkodunk, és, és, ez egy óriási, ez egy kivételezett helyzet, hogy ez, ez, itt megvan, remélem, hogy, hogy sokáig megmarad, mert, mert egyszerűen olyan bepillantás, olyan betekintést adhatunk a Forma 1 amit korábban sehol nem lehetett, senki nem tudott megtenni, semmelyik elődömnek nem volt rá igazán esélye lehetősége mondjuk évtizedekkel korábban, és így sokkal nehezebb elmagyarázni, megmondani, megmutatni, mögé láttatni. Szóval ezt, ezt, a részét egyszerűen imádom benne. Nyilván amiről beszéltünk, ami meg a, szintén a vele járója, hogy a közösségi médiának köszönhetően, meg ezeknek a feltételeknek köszönhetően pedig mindenki mindenhez is ért, és mindenbe beleszól és nyilván a, van az a bizonyos százalék, ez az 5-10 százalék, aki pedig akkor is be fog neked szólni, hogyha egyébként egy szót nem szólnál, csak azért, mert nem vagy szimpatikus, vagy nem tetszik a hangod, vagy mert csak. Tudom, a... átérzem, Gabi, én szoktam kapni. Nem is hiszem el. Á, hát, ne, persze. Igen, mondjad, Laci. Hát például gondolom a Weber osztagot is ezért kezdtétek el, annó. igen, az egy abszolút hardcore ilyen edukációs csatorna lett volna, de annyira melós volt, hogy, és annyira nehéz volt összerakni aztán a fiúk versenynaptárával, hogy ezt egyelőre jegeltük. Majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle, van mi jövő évelejére egy komoly tervem januártól. Majd, lehet, hogy majd itt is elmondom, most egyelőre még titok, és lehet, hogy ott ilyen típusú dolgok is majd megjelennek, de egyelőre, egyelőre nincs terve, hogy visszajöjjön, mert mert egyszerűen ott, az ott, a belerakott melónk, meg a, meg a rendelkezésre álló időnk, meg az, hogy ezt milyen komolyan akartuk csinálni, egyszerűen nem, nem állt arányban egymással, az egyéb dolgainkkal együtt, az ő versenyzésükkel, és egyébként a verseny hétvégékkel, és minden téma feldolgozással, meg az egyéb megjelenésekkel együtt, ahol egyébként vagyok, szóval nehéz egyszerre. Egy, egy, ponton túl a zsonglőr se tud elég labdát, túl sok labdát dobálgatni, egyszer a levegőben, nekem is így, szétszabdani nincs értelme magam, meg akkor sérül a tartalom. Tehát ha meg is tudnánk csinálni, akkor egy átlagos dolgot nem szívesen csinálnék, vagy egy olyan dolgot, ami össze van csapva, az nem jó sor. És akkor inkább nem csinálunk. Nézd, mi egy, egy jó boncasztalba szívesen látunk nekünk az a helyi szakosított ilyen, nem tudom, techpornós részünk, ahol Józsi elszabadul jellemzően, és akkor én meg Laci kicsit hátradőlünk. És akkor Igen, a majd, 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 stb. Majd, majd lehet, hogy egyszer, ugye ezt mindenki, nektek is úgy mondom, hogy ne legyen sértőd, és mindenkinek ezt mondom. Tehát egy, egy interjúra mindenkinek kapható vagyok, a összességében meg állandóra senkinek nem mer, hogy Persze, azért saját tudom. magam, a saját csatornáimat Persze. építem, meg a saját dolgaimat, úgyhogy ugye állandóra sehova nem szoktam leparkolni, de nyilván ez érthető. Is. szívesen. Ebbe szerintem nincs. Legalábbis én részemről nincsen meglepetés. Mi is itt építgetjük ezt az üzletet idézve már nem egy. Ez normális, egy azért mondom, ideje. hogy szerintem megfélelmes mellett, a, aki úgy csinálja, azért, azért nagy a piac, sokféle, sokféle ember van, sokféleképpen szereti ezt is hallgatni, élvezni, olvasni, és hát nem mindegy. És egyébként van, aki meg neked fog hinni inkább, mint nekem, mert, mert te egyszerűen szimpib vagy, vagy benne jobban hisz valamiért. És az így van rendjén, szerintem, hogy uh -huh. a technikai szakérők is, néhányan, akik, akiket én követek, akiknek azt mondom idézve, hogy hiszek náluk is sokszor egymásnak elmondó dolgok jönnek elő, vagy, vagy megírnak valamit, vagy aztán az ellenkezőjét is megírják három hónap múlva, mert rájön, hogy aztán az mégis máshogy volt. Tehát, hogy nem, nem szabad mindent készpénznek mert minden csak egy lenyomata az aktuális idő pillanatnak, ami az akkori tudásunknak, a legjobb tudásunk szerint megfelel. Arra visszakérdezi, nem illdomos fél év múlva, hogy miért mondtad akkor azt, hogy ez tök hülyeség most kiderült. Hát persze, ha bemész a kaszinóba és visszanézed a felvételeket az előző napról, akkor az összes számot eltalálnád, de az az előző nap volt. Tehát hogy uh -huh. ez is kicsit olyan, hogy persze itt könnyű okosnak, vagy könnyű okosnak lenni utólag, de ugye mindig csak az égeti meg magát, akinek mondani kell valamit, vagy aki ír róla valamit. Az nyilván meg eh, ti vagytok, meg mi vagyunk, meg aki kommentál, vagy aki újságot ír, vagy aki erről bármit megnyilvánul. Nyilván tudok olyan oldalakat, meg én is ismerem azokat a hazai vagy külföldi oldalakat, akik inkább szenzációhajász módon, vagy inkább túlságosan sok mindent beleképzelve írnak dolgokról rögtön. Azt nem szeretem, de nyilván ennek is megvan a felvevő aztán utána őket nem zavarja, hogy utána a tükörbe kell nézni, hogy leírták a hülyeséget, meg utána a másik cáfoló hülyeséget is. De én szeretek azért valamennyire közép maradni egyben, ebben is ugyanakkor meg muszáj kockáztatod néha, tehát muszáj a véleményed elmondanod, még aznak az, azon az áron is, hogy nem biztos, hogy mindig igazad lesz, nem biztos, hogy mindig jó tippelsz, jól ráérzel, mert hát azt csak az adott a, a csapat mérnökei tudják, hogy mit akarnak csinálni az autóval, és ebben szerintem ez a szép, meg én ettől is élvezem ezt a dolgot, ha mindig mindent tudnák, akkor nem lenne ez az egész kihívás, és nem lenne érdekes. És sokszor is van olyan, hogy egy, egy jól bevelt, az egész médián keresztülmenő menő magyarázat, az kiderül, hogy egyébként hamis. Például a a delfinezésre is. Kezdetben teljesen más volt a magyarázat, mint ami valójában egy jelenség volt. Hát így és más van, a delfinezésre mindenki. mindenki azt gondolja, hogy hogy a delfinezés az egy egyszerűen oda szívja, odaszívja, oda szívja elengedés és nem. És ez egy, nem ez egy rezonancia, frekvencia jelenség amit egyébként a levegő áramlással vált ki az, az, autó a fenéklemez alatt. Na most ebben nem menjünk bele, mert 11 kossal adjuk a de, de hogy, alapvetően egy olyan saját rezgés alakul ki, ami öngerjesztő folyamatot indít el a, a, a futóműnél, ott a, a rugó keménységtől, lengéscsapítástól, gumi odafaltó minden egységében kezelve együtt. Attól függen, és nyilván ez egy olyan, ha erre egy olyan tartományba, akkor elindul ez az öngerjesztő rezgés, a kikerül abba a tartományból, abban marad és pont egy olyan tartományban van, ez 250-300 körül egy Form autónál, vagy minél még alatta is, vagy fölötte, ahol ez pont előfordul. És, és ezt rohadt nehéz modellezni, mert, mert nem igazán tudod CFD-ben, meg szélcsatornában, sőt nem tudod, mert ott nem tudsz, tehát ott külön a szétcsatorna alját, vagy ott nem fog elő, nem fog elő jönni ez a jelenség, ott tisztában zajlanak a folyamatok. A még nem is tudnak elérni, akkor a sebességet, hogy ott limitálva és van, és meg ugye a Reynolds szám is sokkal kisebb, mert eleve nem is használhatnak 100%-os modell, csak 60 Így van, 60%-os modell. Meg 140 km per óra. És ott, és ott Igen. fordított arányosságok érvényes. 180, méter a, 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 50, 50 méter per, per szekundummal. Igen, de ugye eredőt fordított arányosság is érvényesült. Tehát ott igen. 500 körül be. kellene menni, hogy, hogy a Rénonc Na így is. van, jó, hát akkor itt van, aki azért vágja ezt a témát. Tehát, hogy igen, ott olyan tempó kéne, hogy az működjön, hogy a valós, valóságot le tudják képzelni, amit nem lehet a szabályok szerint. Tehát a Toyota szemhat. ezt nagyon szerette, amikor meghozták ezt a szabályt. Átadták a Kölni hipermodell szélcsatornát, és két hónapra rá behozták ezt a szabályrendszert szélcsatorna modellezésre. Igen, hát ez, ez, így van, úgyhogy ezekkel kell számolni, és abból kikin, hogy ott sem tudnak, hát ezért nem tudnak mindent ott sem modellezni. Úgyhogy igen, érdekes, én nagyon sokat kutakodtam a delfinezés kapcsán, és erről, erről nagyon kevés szakirodalom van, vagy nincs igazán, és csak úgy interjúkat lehet találni. A Jean-Claude Mizsónak az interjúja volt talán a legjobb, nem tudom, gondolom, azt olvastátok. Igen. Amikor. Tehát az egy, az egy, nagyon, nagyon összetett dolog volt, és nyilván azért erről csak azoknak van konkrét gyakorlati tapasztalatuk, akik korábban dolgoztak abban az érában, és szembesültek ezzel a problémával, illetve most már a mostani mérnököknek is. Persze, de hogy azért ennek a kiküszöbölése, ez nem gyerekjáték. Tehát ez egy, egy alig ismert, ritkán fellépő, jelenségre azért nincs napra kész válasz egy, 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 új érában, és pont ezt láttuk. Azért csak megoldották most arra már. Tudják, legalábbis tudják kontrollálni, hogy kordában tartom. Igen, ja, pont ez volt az érdekes, hogy voltak ilyen nyilatkozatok még a téli tesztelés után, hogy most nem biztos, hogy szó szerint fogom idézni, de hogy ugye a csapatok nem, vagy, vagy nem számítottak Ilyen mértékű delfinezésre, vagy ugye nem jött ki nekik a, a szimuláció során, amire azért valószínűleg készülhettek. Nekem az volt a, a, a kicsit furcsa ebben a, ebben a témakörben, hogyha így. És én mutogattam a srácoknak is, itt általában én vagyok az ilyen ö, idézőjeles öregróka, aki előtúrja elő az archívokat, és, és mutogattam, hogy ha, ha még te még lehet, hogy gyerekkorodból emlékezhetsz is rá a jó kis. Uh, jaj, segíts! René Arnó ment a Gilles Villeneuve ellen Dijonban, 79-ben. Az egy nagyon-nagyon az uh, híres párviadal, és ha visszanézed az archív felvételeket, akkor a Virnő féle ferrari már észreveszed, hogy néha van. Nem olyan durva az oszcilláció, mint amilyen uh, a mai modern érában, de a jelenség maga már, már ott is megfigyelhető, hát, adunk, létezik, De akkor igen. már voltak ezek a... Ezek igen. a nagyotok, akkor már várjál, az már az a korszak volt, amikor erre, erre rájöttek. a második éve. És második éve, ott éve volt, volt igen. Már, ott már Williams nagyon elkezdett nagyon komolyan feljönni, mert rájöttek. Hát, hát annak megvan a történet, nem tudom, megvan-e az a történet, amikor Williams ráébredt arra, hogy hogy kell igazán jó használni a, Grand Grand Silverstone. É, Silverstone, és hogy, és hogy hat másodpercet javultak az előző, az addigi előző körrekordjuk képest, úgy arra az autóra. Csak egyszerűen megcsináltak rendesen a szoknyát, meg az alsó profilt, uh -huh. és kimentek, és azt hiszem 1.24-et mentek az addig 1.30-hoz képest, és maguk se hitték el. Tehát egyszerűen azt se tudták, hogy mi, az, mi történik, mert ez egy dimenzió ugrás, nem is uh -huh. egy-kettő. Hogy, hogy, hirtelen a, egyébként az a vicces, hogy a lotus volt az először meg, jól megcsinált, vagy az először megcsinált, és ugye Andretti, Andretti nyert is vele, de már az azt megelőző évben is uh, már volt. Az volt rá, már tefek, nekik igen. Autójuk, Csak az igen. még az a Lotus 78 az még nem volt az igazi. 79-en nyertek a VB-t, de igazán jól, aztán a Williams csinálta meg. Tehát, hogy a, a nagy lépés, az már utána Lótusz el is kezdett lemaradni, mert utána az zsákutcába futottak a 80 nal és a Williams tekert még egyet az egészen, és a Williams érzett rá igazán, hogy mit lehet ebből kihozni. Maxon, mert a Lótusz addig csak úgy kihozott belőle sokat, de igazán jól igazán ki, ki dolgozottan, ki aztán a Williams hozta be, és azért lépett utána nagyot a Williams, és aztán be is húzták ugye 80-at, meg utána 81-ben is közel voltak hozzá, 82 meg megint az övék volt, ha bár akkor ugye nem volt szoknya. De hogy, de hogy, itt azért nagy tanuló fázisok voltak akkor is, és rengeteg probléma itt az egészen, ugye a szénén merevített futóművekkel, gyakorlatilag rúgók nélkül patog. Hát megnéztek néhány olyan felvételt a YouTube-on, hogy, egyszerűen elképesztő, mint a gokártok mozognának. Tehát kijönnek, és, és pattog az autó végig a pályán, mert ugye amikor még a trükkes futóművekkel a 6 centis magasságot behozták, a box meg kellett lennie, és akkor szépen hidraulikusan meg leültették az autót, hogy kijött a pályára, és nem volt semmi szinte, azért, hogy minél stabilabb legyen az aeroplat. Form. Tehát brutál dolgok, én erre rengeteg, rengeteg könyvem van, meg rengeteg sztorit olvastam a 70-es évek vége, a 80 esek évek ami az én gyerekkorom, az én formegyes ébredésem volt. Imádom ezeket, mert olvasom, és visszaugrok gyerekkoromba. Tehát ezt nem tudom, nem tudom megunni, ezt az érát. Hát én se tudom, pedig nekem nem a gyerekkorom, tehát én is rengeteget <laughs> olvastam, és ugye akkor, akkor voltak ezek, hogy kijöttek egy időmérő körre, és egyszerűen annyival, annyival gyorsabb volt az autó az ő fizikumukhoz képest, hogy blackoutoltak időmérőn. Tehát konkrétan. Igen, mert a, a fizikai határ az 7,5-8 g körül van, onnantól kezdve rájúsz, és onnantól kezdve meg G-ruhára van szükség, mint a vadászpilótáknak. És ugye, ha azt, ezt, ugye most, fékezésnél azért 6 g környékén fölé a fölmásznak, kanyarban 4, 4,5-5 g-k megvannak, nagy tempójú kanyarokban. idén ugye már láttam telemet 6 g-t is, Spában, például ugye a Puhonban, oh. ott azért 6 g egy pillanatra megvolt. De, 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 még nem vagyunk a 7 g de ugye nem vagyunk már messze egyébként a határtól. Tehát amit egyébként például Indikárban már el is értek volt, hogy ugye... Tamaj volt annyi, nem? f ben Nem, 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 nem. nem nem? Nem, nem, nem. nem, nem. Hat, ha, becsapódás maximum becsapódás tömansz. Nem, a 6G, a 6G, az nagyon a határ, de azt most már nagyon kóstogatják oldalirányból irányból is, nem csak hossz irányból. nézd, amint megközelítik, azonnal a patlulevezvágás lesz. Van. De nem, De, ezt nem is lehet, nem is fogják engedni, tehát ez ott, ott, tényleg elájulnak a versenyzők, az már, az már konkrétan fizikai veszélyt jelent, az nem működik. Látom, igen, szerintem én... annyira kiveséztük, mint, állat. még tudnám, szerintem három még, még van, még van, még van. nemről van, de tényleg igen. Mennem, igen, tehát, mennem, mennem kell, köszönöm ezt a 45 percet, ami lehet, hogy most 7 óra 10. Kettő rövid búcsú kérdés lehet még? Na, tényleg röviden választok. Első, avatunk-e hétvégén bajnokot? matematikailag Szerinted? lehet, gyakorlatilag nem, mert, Igen. mert azért az lök lenne ki kéne esni. Eztán azért a az nem lehetetlen. Jó nem, szerintem itt ez Ferrari, Ferrari. Szerintem Ferrari pól lesz, de ez most csak ilyen hasraütés. A ferrari azért ezek fekszenek meg ezek a pályák, és ha megvan a pól, akkor azért itt nem olyan könnyű előzni, még akkor sem lehetetlen, vagy nem lehetetlen, de azért ez nem, meg egyszerű... szóval itt azért nem olyan egyszerű. 20 per óra Szóval itt az nem van egyszerű sztori. Ez azért ferrari feküdni fognak. Tehát ez egy sok lassú kanyarból való kigyorsítás. a miatt félek. <laughs> Ő nem fog vezetni, úgyhogy. nem is tudom, azért félek, mert ő vezet. Tudom, tudom mire okay. gondolsz, nem. itt még a Ferrari ezt akár meg is nyerheti, de persze olyan formában van, hogy, hogy nem. Semmi, szerintem semmi pályán nem lehet leírni. Ne. Ebből kiindulva lehetséges -e a 17 first győzelem Vagyis, hmm. na, látsz -e? Tehát szerinted meg nem, 17, nem, tehát biztos, hogy bele fognak bakizni, betlizni valahol, valaki beleköp a levesükbe, vagy saját maguknál lesz van probléma. Fersztappen nem fog múlni, ezt tudom. Tehát, hogyha... A random Latifi. Búcsú ajándéket. Hogyha... Nem, ha, egyébként az autó kibírja, és sen... sehol nem kerül olyan problémába, hogy ütközik, vagy kirökik, vagy defektet kap, vagy valami ilyen, akkor, akkor rajta nem múlik. Tehát akkor azt mondom, hogy akkor nem, akkor nem mernék ellene fogadni, hogyha csak first -e nem múlna jelen pillanatban, de hát tudjuk, hogy nem csak rajta múlik, ez a technikai sport, meg utcai pálya, meg, meg tényleg történt bármi rajtnál is. Úgyhogy sok minden benne van a pakliban. Azt nagyon durva lenne, a végig tolná, így ezt a nyerési, nyerő de hát nyilván a WBC nem kérdés, az már csak időkérdésű. Jó, hát akkor nagyon szépen köszönjük ezt a 40 percet. Én is. Egy <gül> másik <gül> dimenzióban 40 perc. Hát figyelj, Igen. ugye minél gyorsabban megyünk, annál lassabban telik az idő. Ez igaz. Úgyhogy ha majd vissza, 40 hogy 40 eddig percet. gyorsan megyünk, akkor ugye visszamehetnénk a múltba, de hát ezt még nem oldották meg a, <laughs> a sok sem ezt a problémát. Jó. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük, Gavi, hogy eljöttél hozzánk. Legközelebbi szeretettel várunk viszont szerintem. Oké, okay. A Kedve... azok tényleg rövidebb műsorok. De... Egyszer meglépjük, megígérem. ígérem. <laughs> jól van. Na, jó van, jól éreztem magam, köszönöm, remélem, hogy a hallgatóknak is tetszett. Kicsit túlbeszéltük a dolgot, meg olyan témákat is behoztunk, de hát ez az élő adás varázsa, ugye ezt tudjuk juhász előd óta, úgyhogy ez benne van a paklima. Hát figyelj, az a durván ezer ember, aki ezt most itt végignézte, és ahogy nem, nem biztos, hogy megvolt az ezer, de a 800 az úgy stabilan megvolt, azt szerintem azt gondolom, hogy jó, jó, műsort kapott. Én, én magam részéről élveztem, úgyhogy én köszönöm szépen. Én is köszönöm, szevasztok. Szia Gábor, szia szia, szia. szia, szia. Na, és hát akkor mi se húzzuk nagyon tovább, hétvégén szingapúri nagy -díj. este normál időben, már szingapúri este, magyar idő szerint normál időben. Hogyha tetszett az a kibeszéd, nyomjatok rá egy lájkot, nézzetek szépen a csatornán további tartalmakért. Ma is volt archív videónk, a héten még lesz további tartalom, a hétvégén megszokásos kibeszélő boncasztal. Én ismételten mondom, nem leszek hétvégén, hogyha még nem oh. tettétek meg, iratkozzatok fel a csatornánkra, hogyha pedig kifejezetten tetszenek a tartalmaink, akkor nem tudtak minket támogatni. Az itt látható hölgyeknek és uraknak nagyon szépen köszönjük a bizalmat, és akkor találkozunk a legközelebbi vágott videóban, meg hétvégén találkoztok a srácokkal ti is lehetek jók, ma este itt volt veletek Szabi, Laci, Józsi, és hát yeah. Gabi, sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!